Szörnyűrejsz. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Két nappal ezelőtt színház látogatást tettünk. Na. Viktóriával elmentünk egy kicsit kulturálódni, és hát nem kisebb darabra, mint a lepkegyűjtőre sikerült eljutni. Hát ezt mondtam, Berecki, Berecki Zoltán főszereplésével. Aszki. Ja. Ne hozz zavarba. És eljutottam rá, én elfelejtettem adásban mondani, hogy most megyek, mert akartam az Olinak üzenni, hogy készüljön. De mint hallottam, mint Laci elmesélte, ő volt annyira jó fej, hogy szólt az Olinak. Hogy, hogy ott lesz. És az Oli mondta, hogy ne, Léci, mondta, hogy mikor jön, kérdezte a Berecki a Lacit, és mondta Laci. Még egyszer át kell nyálaznom a szövegkönyvet, nem hibázhatok. Jövő héten csak egy darabot játszunk. Tehát csak egyszer játszunk. Középen. Elől. Középső, nem. Az kell. Az kell beülni az első sorban mozdulatlanul. Egy teljes sorban megvetted az összes jegyet, hogy csak te üljél benne. Nem, ez, ráadásul az 50. előadás volt, tehát egy jubileumi előadásuk volt, ahol a végén ők beszédet mondtak, tortát vágtak, tehát egyébként baromi helyesek voltak, és... Orosz krém volt, felmentél? Én is szeretem. Szeretnék én is szólni kicsit, Zolika. Add azt a kést ide egy picit. Zolika, orosz krém? Szeretett, tegyetek már félre. Igen. Figyeljetek, elképesztően jó benne. Tehát, hogy és higgyetek el, ez nekem azért nehéz kimondani. Igen. De hogy tényleg nagyon jó benne az Zoli. Botanikus játszik, ez mi ezzel? Nem, a lepkegyűjtő elrabol, ő egy pszichopata sorozatgyilkost játszik, ketten vannak a színpadon összesen, ugye az áldozat, és ő maga a lepkegyűjtő, és arról szól, hogy ő egy szobába bezár egy kislányt. Aha. És innentől kezdve, ugye hát aki ismeri ebből a filmet, a könyvet, ugye hát az tudja, hogy miről szól a dolog. Bestseller volt annak. Így van. Ketten játsszák az egész darabot, másfél óra szünet nélkül. Nem mondom el, mi a vége. Teljesítménynek nagyon. Nagyon komoly fizikai teljesítmény. Költség, igen. Hatékonyság miatt, vagy pedig nem sorolják. Nem, elfogyott a puncskocka a büfébe a Centrál Színház, és ezért azt mondták, hogy akkor ne legyen szünet. Játszátok már végig. Elfogyott a sajtósorról, meg a puncszerek. Ezek hatan játszanak, legyetek ketten most. Jó, igen. És hát meg kellett örökítenem a pillanatot, mert hogy van egy... Amikor kiszúrt. Amikor egy kinézett, és akkor a kezét oda tett a szemed fölé, mert a szembe fényegtene. Le vagy? Hát ez a... Hát fia? Így? Hát ez pofám leszakadt. Nem ég labbőr a képen. Eljöttél az előadásomra. Meg kellett örökíteni, ugyanis van egy óriás plakát, ment már a színházban. Na most ugye azért ott az ember kulturáltan viselkedik, megvártam még mindenki bemenni, mert már csak néhányan voltak a ruhatárban, és gyorsan odaugrottam a Berecki fotó mellé, és hát muszáj volt egyet szelfizni Bereckivel, úgyhogy... Figyelj, azért a kép magáért beszél, ugye Berecki van a közepén egy ilyen nagyon-nagyon kemény, szigorú arccal, és mellette... Te csodálkozó fejjel oda a mit keresek én itt az arcomon? Hát persze. Igen, kettőtök duettje mellett Ágoston Katona egy picit háttérbe szorul, de... Jézusom. Igen, de már gyerekek, szóval el kell ismerni, szerintem valaki attól emberi, hogy... Nekem, hogy egy teljes alakos kép lenne, nekem az jut az eszembe, hogy a karjában ülsz. Igen. Te vagy az ő kicsi fia. Az Instagramon fönn van, ha feljöttök az Instagramra, akkor ott láthatjátok. Tehát hogy tényleg jó benne a Berecki, és meg kell dicsérni. Dicsérni ugyanúgy kell tudni, gyerekek, mint ahogy azért mi sokszor én megmartam. Mi nem tudjuk ezt mondani, úgyhogy te lángod. De az arányok maradjonok ilyenek, hogy ahányszor te megmartad, és akkor egyszer megdicsérni. Tehát legyen ez a... A történet nagyon jó, mert a gyereknek... Száz az egyhez. A gyereknek az óvodájában mindig árulnak színházjegyet. És egy hónapban egyszer. De nem nézted meg, mit veszel. Bementem, és azt mondtam, elküldöm a családot szórakozni. Illetve hát magunkat, ugye, csak aztán kicsit túlvásároltam. És három csak Haber és Kiriri, hagyjuk tovább, diótörő, lepkegyűjtő, az meg miatt. Na mindegy, adjon kettőt. Talán nem vagyok ennyire bunkó, mint ahogy ábrázol, az nem volt az, hogy adjon abból, ami olcsó, mondtam a színházas néninek. Valami ózós. Igen, Terminátoros, nincs egy Star Wars-os. Elküldöm a családot. Nem tudtunk elmenni egy előadásra, azt odaadtam anyósomnak, száll a kakukk fészkére, sírógörcsöt kapott a végére
annyira nehéz a darab. Hát mondtam. De tudtam, csak ugye hát odaadtuk neki, igazából. Szórakozom, mama. Vettünk neki egyet születésnapjára, hogy akkor szórakozzon. Anyósom így jött ki. Tudta, hogy miről szól a darab, nyilván tudjuk. Mikor anyát szereti a madarakat, nem? Jó. A szálakok fészkelik. Tudtuk, hogy mire küldjük, de nem volt annyira felkészülve, hogy azért ez ennyire nyomasztó. Vikit elvittem egy hétfő este, hogy mulassunk egy jót a lepkegyűjtőn, egy sorozatgyilkosra, óriási volt, tehát nagyon vidáman jött ki. Csütörtökön pedig Rudolf Péter, mégis kinek az élete, ahol egy mozgássérült orvos játszik. Arra sikerül elmenni, úgyhogy a család szórakozik színházban. Figyelj! Apád, csak a humor, mi csak a vicc, csak a nevetés. Kíváncsi vagyok, szerintem jó darab lesz, amik ezt hagyjuk ki, de hogy szerintem nincs vele baj, a Rudolf Petéknek van ugyanitt a centrálban, a mégis kinek az élete, nehéz darab. De állítólag zseniális. És nagyon jó, csütörtökön ezt játsszák, úgyhogy így színházhoz. Mondta Viki, nem, egy vidám darabra nem akarnánk, és valahogy véletlenül. De a végén úgy jöttetek ki róla, mint Frank és Jane a szakaszról a csupasz pisztoly. De jó volt! Jó, jó, szombaton levezetünk egy Misi Mókussal a gyerekkel. Nem köszöntél be előtte az öltözőbe. Zoli, óriási lett volna. Halló! Tessék! Mondta, hogy ne zavarjatok már most! Fasz szellemülök át! Zoli! És akkor, na ki van itt? Ja! Nem, és Zoli elmondta Lacinak, ami szerkesztőnek tök értett, hogy ő nem akarja tudni, hogy ki jön el az előadására. Hogy ki jön el, nem akarja. Laci, jövő héten megy. És tovább sétál. És tovább sétál a Lacke. Jövő héten megy. A Zoli meg ott, de jó, csak egy van. Érthető oldal, hogy a színészek nem mindig akarják tudni, hogy ki ül ott. De gondolkoztam egyébként, hogy ezt így, hogy tényleg hogy lehetne megspékelni, hogy előtte bemenni, vagy valahogy, de aztán persze, hogy az ember kultúrát is elkerül. És lett a homlókkal, elsétált mellette valaki, Zolika, jól vagy? És semmi gond, csak így. Ők, amikor kijönnek, és ugye tapsolsz, és visszatapsolod őket, akkor ők látnak valamit a közönségből? Vagy ugye szembe lövik őket lámpával? Hát szerintem lehet, hogy ő kilépett. Kicsit, hogy kijebb, hogy lássa. Hogy biztos, hogy ez az! Nem vagyok paraszt a színház. De persze, miközben ettem a pattogatott kukoricát. Igen, az a baj, a nachos mindig lecsöpent az ölemből, annyira kicsikott. Ki ez a Latinovics? Hogy ez van? Ki az a Latinovics? Ez a tényleg jó darab. És most a kerek egészet énekel. Nem, mert gondoltam, hogy küldetek neki. Küldött kerek egészet. Mi az a dalál? Be kellett volna mondani. Jöjjön a kerek egész a végére. Tedd ott a testről. Mind nap. Jó volt a végszó, így kerek egész. Vagy mondjuk virágot küldetek az öltözőjébe, azt nem lehet. Azt szokták nekem csinálni, ugye? Boríték, te virágot küldél azt azért. Miért? Balástól szeretettel ma este látjuk egymást. Inkább küldj egy szerencsepatkót, vagy nem tudom mi, de virágot. Tehát azt előre adják oda, vagy utólag adják oda? Százvörös rózsa. Szerintem mit tudom, egy nagy virágcsokrot küldök neki. Utólag adják oda? Mondjuk az a jelenet megvan, amikor behozzák is az itt. Hát ez meg kiküldte. Csodás vagyok. Sebességbarát. Rohadj meg. Mert a végén vagy feldobsz virágot, vagy az öltözőbe küldetsz virágot. Na hát a feldobás is szép lett volna. Egy tulipán csokorra. Vigyázz, kaspós! Cserepes! Kapd el! Tényleg, szóval megjegyezni. Ha az ember ekész valakit, akkor ugyanúgy el kell tudni mondani, ha valaki egy darabban jó, és Zoli ebben tényleg egyszerűen fantasztikus. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó. Na, ha már színház... van még valami ajánlatod? Egy a pesti műsort szeretnék felütni a 26. oldalon. Nem. A londoni színház, de kitalált egy nagyon jót, és abszolút kapcsolódik a témánkhoz, hogy zöld lézerfénnyel világítják meg azt, akinek megszólal a mobiltelefonja rezgő állapotban is. Akár és kiégetik a retináját. Ez a lézerfény, ez az előadás alatt végig megmarad. Rajtad. Nekem egyébként a mellettem ülő Palinak rezgő megszólalt a telefonja, baromi kellemetlen, asszonykája elkezdte keresni, majd 10 percig veszekedtek, hogy miért nem kapcsolták. Érettetesen szórakoztató volt. És a színház meglő téged valahogy fölülről, valamilyen alapon érzékelik, hogy kinek szólalt meg a mobiltelefonja. Egy lézerfényen, egy lézerhálót vonnak köré, ezt Londonban csinálják, és az egész előadás alatt te ott ülsz, úgy, hogy már meg vagy lőve egyébként, meg vagy jelölve, és mindenki tudja, hogy neked szólalt meg a mobiltelefon. A végéig ott marad? A végéig ott marad, igen, ezt így csinálják, hogy tehát nem tudsz elmenni sehova, ott ülsz, és tudod, hogy te voltál. Szakadjatok már rólam, a Vikié volt. Fölmegyek, ha nem veszed ki ezt az és így szúrom a szemedet. A fény.
Enyém, anyujé. Igen, tehát a kérdés az, hogy a londoni színházakban hány magyarázkodó ember lesz, aki majd mutogat a párjára. Én akkor tényleg azt tudod csinálni, gyorsan elkezdesz mutogatni. Nem? Tehát, hogyha nálad szólal meg, akkor rámutatsz a feleségedre, beáldozod őt. Hát még mindig jobb, mintha téged megítanak. Én a következőt csinálnám, mintha átkarolnám a mellettem ülőt. Egy bejövő. De és akkor mi? Hát akkor hát tudják. Hát nálad a telefon a kezedbe, azzal átkarolsz. És akkor... Kamuhívás. Megcsörrel, és végig kap egy fényt. És meglöveted zöld fényjel. De milyen okosak, hogy ezt így kitalálták. Ez jó. Nem? De egyébként jó az ötlet. Hát lehet nyilván a színészek a rezgést is, lehetett egyébként hallani. Na, és elgondolkozva ebből a témából kiindulva, érdemes lenne azon morgolódni egy picit, hogy kit jelölnénk meg hasonló módon, nem? Nagyon sokféle olyan idézőjeles szabálysértés követnek el ember-ember ellen. Tényleg, ha mész az utcán, vagy egy munkahelyen, vagy színházban, vagy moziban vagy, akit te szívesen megjelölnél, hogy mindenki más tudja róla, hogy ezt ő követte el. Ugye? Hát nagyon sok ilyen élethelyzet van. Mozis popcornos, ugye? Az a mi a baj? Az a baj, hogy filmet nézni mész a moziba, és ott ülsz te mögöttem, és azt hallom, hogy adjál már még a nachosból. Én erre mondtam, hogy mi a megoldás. Egyél ellen. Tehát a zajt csak úgy lehet elnyomni, ha elleneszel. Ellenzaj? Tehát ellenzaj. Mert csinálja a fejedben rágást, azzal ellenzaj van. Zabálás a zabálással. Ott fogunk ülni mind a ketten zöld fényben. De moziba lehet enni, azért mert te most nem tudom. Vágj vissza Feri homárral, a szangosabb. Mert amikor én moziba jártam, igen, homár törő ollóval. Én 40 kiló homárt beviszek így karban. Azért, mert mi szalvétából csendben meg tudjátok enni a fasírozott a zsemjét, azért mi hagyjunk már létszés popcorn normálisan egy moziba. Nem, mi a szalonnán zsömjét, ezt előtte esszük meg. Az is igaz. Bennünket úgy tanítottak még, hogy a mozi az egy nagy szempú. Én utoljára voltam 72-ben, akkor még ez a divasz, tehát akkor még nagy dolog volt moziba menni. Nem lehetett ilyeneket csinálni. Én nekem az evéssel is. Én szeretem hallani, hogy másnak ropog a fogalat, tudom, hogy jól érzi magát, kezdek behangolódni Pavlov kutyához hasonlóan, nekem is kicsit megindul a nyár elvasztásom, és szídom magam, hogy miért nem XXL-es popcorn vettem. Miért becsültem magam alá, hogy csak a normál méretet választottam menüben, miért nem nagyobbat. Na de van egy csomó ilyen tényleg, akit meg lehetne jelölni, csak adok egy-két gondolat mintát, hogy a hallgatók is elinduljanak. Nagy közhely, de tényleg így van, például az autóból, az autója, hamutartóját, a betora ürítőt. Például megjelölnéd, egy napig mindenki látná, na ott van az a rohadék, aki kiöntötte a csikket. Tehát, hogy kit jelölnétek meg, aki vagy szemetel, vagy csinál valamit, vagy az embertársai ellen követel egy olyan dolgot, ami hétköznapi, és sokan megteszik, mégis azonban hátráltatja a békés együttélést. Van ilyen, nem? Oda kitelteti a kutyáját a lépcsőházad elé, és látod, hogy vidáman tovább megy. Kapna egy zöld lézerfényt, és igen, ő van. Ő az, akinek a kutyája oda kitelt a lakásod elé. Tehát kiket lehetne megjelölni? Ilyen szégyenfény, ilyen, hogy hívják ki, és skarlátbetű annak idején a házasságtörőknél a középkorban, tényleg. Az a baj, hogy több hallgatunk írja, hogy Magyarország annyira fura ország, hogy 3 nap múlva az lenne a menő, ha meg vagy jelölve. Nem megkülönböztetés lenne, és tökéletesen igaza van egyébként, hanem nem vagy még megjelölve. Jaj, vagy nézd már, meg van egy sárgám, egy zöldem, meg két pirosom. És akkor az lenne a menő. Én azokat a bringásokat jelölném meg egy életre, akik éjszaka világítás nélkül rodáoznak az utakon, így legalább látszanának. Van pár idióta autós is, aki így közlekedik a városon, mert nem vesz észre a marhája, hogy nem kapcsolta fel a világítást. Így én is jártam. Adom. Mentem le ott az Érd törökbáliti körforgalom, mentem le, és jött egy autó sötétbe kivilágítatlan. Kettőt rávillogtam, hogy vegye észre, visszarefizet, és ment tovább. Ennyire jó arc. Most vagy nem éged neki, vagy nem működött, szólt, hogy látta, vagy azt hitte, hogy integetek neki, visszaintegetett, és úgy, ahogy van, sötéten ment tovább. Tök útvar, és jól neve. Neked mindegy már. Szaunából kijön egy zuhanyzás nélkül az izzadt testével, elégedetten belecsobban a merülő medencébe. Ekkor szoktam otthagyni az egész szauna részleget, meg kellene jelölni az ilyen agyatlan, igénytelen embert. Ez jól csikülte nekünk. Ha? Azt nem úgy van, hogy egyből bele kell ugrani? Hát... Én csak kérdezem, én nem tudom. A merülő medencében rögtön? Nem úgy van, hogy ott kijössz a szaunámból, és egyből hideg? Elvileg, hát a szauna etikett szerint le kéne zuhanyoznod. De ha komfort élmény nézzük, akkor az úgy jó. Akkor úgy, hogy... Úgy jó, és ezzel el is árultam, hogy melyik távol az tartom. Nekem ez nem volt kérdés, hogy te ugrasz. Basszus, gyerekek, én tudjátok, én mindenről őszintén veszek, mert én sokszor nem zuhanyzom, mindig körbenézek, mennyire vannak. Most ráadásul te bombát ugrasz bele. Nem, már azt sem megyek, öregszem, mert félek, hogy ott maradok, és a Viki megtalál magzatpózba meztelenül, szívinfarktus kapok egy ilyen 16 fokos vízbe. De vállalom, annak hibáim. Tehát, hogy én kapnék lézerfényt egy komolyabb szauna.
szauna világban azért kapnék lézerfényt. Hollandia kaszinó, írja egy hallgatónk, dekoratív hölgy ül mellettem, 10 méteres körzetben senki. Roccsantott egy olyat, hogy a padlószőnyeg vedleni kezdett, vádlóan rám nézett és csóválta a fejét. Na őt megjelöltem volna. Aha, de nagy kérdezi profi. Darus Attik, ő profi. Az igen. Ejj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 j
Gyönyörű. Várjál csak, milyen hibáim vannak. Én lopom az édesítőt. Például. Na! Zöldfény neked, honnan? Honnan, otthonról. Nem, a Starbucksból. De hajjas! Különzetes egyesével csomagolt? Annyira jó az édesítőjük. És elviszed. Sokkal prolibb, mint bemenni a sauna vízbe. Vagy de miért, de mindig veszek valamit. És hát ellopták az édesítőt. Igen, mert mindig úgy voltam rá, hogy mondom, annyira... Tehát legyek annyira pofátlan, hogy bemegyek, és nem veszek semmit, csak belemarkolok az édesítőbe, és ebredünkom, és elhúzok. És aztán rájöttem, nem, mert venni kell valamit. Veszek valamit, és akkor mindig az van, és mindegy, hogy egyébként van közte kávé, vagy sem. De hát drágában jössz ki, nem éri meg. Hát ahhoz, ha belehergeled magad, hogy vegyek valamit, akkor ahhoz egy értékesebbet kell elvenni, hogy visszajöjjön. Hát, ha veszel valamit, nem árulják másutt ezt az édesítőt, érted? Neki a Starbucks édesítő kell. Ja, hogy ez egy spéci édesítő. Tényleg? Ellopod és hazaviszed? Semmi mellékíze, tökkel. Nagy figyelj. Csak hazamész és egy kicsomagot, hogy nézd Móni, nézd, megint hoztam haza. Meghoztam az egy 12-t, megvan a két tízes kötek. Hányszor bántott engem, hogy mi Vikivel egy ilyen, egy nyugatról jött, egy ilyen szemét aljas hálózatban, ugye? A sznobok eljárkálnak, ugye? Mi? A sznobok eljárkálnak, és iszunk ott egy kávét, vagy eszünk egy sütit. Hány évig hallgatom, olyan sznobok, bárhol lehet ilyen kávét, én majd jár lopni az édesítőt. Hát, Froli! És fogadjuk, hogy a kis csoki, három csokis muffin, az is befigyel, mi? Viszed azt nem, is, nem, mi? Azt nem, nem, sajnos nem, royal csoki. Fúj, lopja az édesítőt egy hálózatból, atya Isten. Valaki a Balatonban vizel, azt is megjelölném. De komolyan idegesítsetek ezzel, mi a baj? Mindenki belevizel. Figyelj, ha bent vagy, úszol vagy vízibiciklizel, hát legyünk őszinték, mire kikötsz, mire kijössz? Hát azért az egy nagy vízfelület, nem? Mert az elnyeli. Ilyenkor azt lehet mondani, hogyha valaki a közeledben, nem veszed észre magad, áramlat. Igen. Na, egy áramlat. Milyen bejött a golf. A víz. Igen, bejött a golf. Ugye állóvízben vagyunk, ez a barátom. A golf nagyon megy, nagyon megy. Medencébe aljas. Én ekkora területű nyílt vízben nem tartom annyira durvának. Aki megcsalja a párját, az kapja a jelölést. Így otthon lenne némi arc átalakítás. Hogy mikor kijössz, és bemész a másik, hazamész. Akinek temetésen folyamatosan ordít a telefon, mert nem tudja lehalkítani, azt azonnal hamuvá porlasztanám egy lézerágyúval. Én például, akinek még adnék jelölést, a szorosan a nyakadba álló típus megvan. Patikában, postán azt hiszi, hogy azért jut előbb sorra, hogy beáll a nyakadba. Uh-huh. Liheg, lenyalogatja a szőrszálaidat, és érzed a leheletét. Ő ugye azt hiszi, hogy attól ő gyorsabban sorra kerül, de nyilván nem, csak toporog mögötted. Te meg jó fej vagy, mert például a mi patikánkban ki van rakva egy ilyen deadline, egy vonal. Igen. Ugye, és hogy legyen kedves ott várakozzon. Ez pont azért teszik ki, hogy aki már oda megy, ugye egyrészt vannak személyiségi jogai, hogy milyen betegsége van. Ne halt, igen. Igen, hogy ne halt. Jani, ahogy kikéri a gombakrémet. Na például, de hogy ne lihegj a nyakába. Mi történik? Te megállsz a vonalnál, és oda. És érzed, hogy párásodik a tarkod. És fújtad. És tényleg fújtad. Egy idő után elindul rajta a veríték lefelé, de ez nem a te verítéket, hanem az ő lehellete, a pára formája. Ja. Igen. Jézusom. És az, aki állandóan kikér magának mindent, bemész a postára, most már a legtöbb postán, ugye sorszámot kell húzni, attól függően, hogy melyik ablakhoz akarsz oda menni, mit akarsz ügyintézni. Bejön valaki, seket. Na, nála is előjöttem. Na, nála is. Na, nála is. És most miért? Van ilyen. Miért ez a rendszer? Hogy találták ki ezt? Mert semmi értem. Tehát ők mást ügyet intéznek, nem azt, amit maga. Ja, mondja, hogy igen, és nem akarja megérteni, és nem akarja felfogni, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy ők egy másik ablakhoz mennek, és nem ajánlott küldeményt szeretnének feladni, hanem mondjuk egy csekket. És kikéri magának. És a vége már ilyen nagyon csúnya effezés. Én még nagyon szeretem, mondom, hogy hónapok óta járok újra, tehát mindenféle ilyen modern dolgot, mint kártyás fizetés elvetettem, 3 napja vagy 4 napja voltam a postán, gyerekek. Ez sosem megállt az idő. Megérteni. Tessék? Soha nem fogok megérteni. Sorsjegyet, kaparó sorsjegyet, bármit? Adhatom? Nem? Biztosítás? Figyelj, imádom. Nálunk a postát egyszerűen imádom. És kicsit szeretem, ha a sor vége majdnem az utcán van, mert többet tudok ott áldogálni. Tehát szinte már úgy megyek, hogy legyen nagy tömeg, mert áldogálok, áttízem a képeslapokat, a könyveket, és várom, hogy melyik ablakhoz tudok menni. Engedj magad elé mindenkit.
Jó, ez egy jó ötlet. Imádom a postát. De már ahogy belépsz. Képeslapot például vettél valaha, vagy csak átbogarál? Csak nézem, hogy milyen jó a posta. Tudod, mit kér ki? A dísztáviratokat, illetve a részvédtáviratok listáját. Mert van egy nagy könyv, persze. Egy nagy könyv, és akkor vannak ezek a úgynevezett sablonok, de nagyon sokféle van belőle. Azzal elmegy egy 10-15 percet megint. Jó, nézeges dát őket. Imádok, mondom, imádok. Imádok postára járni. És kérjél mindenről számlát. Nem, azért nem. Külön-külön. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy francia drukker az elveszett meccs után sír. Láttátok ezt a videót? Az utóbbi évek legeslegjobb videója. De amit így meg tudsz nézni, többször megnéztem, és mindig kicsit jobb kedvem lett, és azt gondoltam, hogy oké, jól van. Azért még talán nincs nagy baj, vagy nincs akkora baj. Azt látod a videón, hogy sír egy francia drukker az elvesztett EB döntő után. Egy 23 éves pasi nagyon zokog, de ott a barátja is vigaszt, és látod, hogy a pali nagyon menthetetlen. Menthetetlen, mert nyilván sajnálja. Tőtek teljesen érthető a dolog. És azt látod, hogy egy ilyen portugál mezbe öltözött, ilyen 8-10 éves forma kisfiú, egyszer csak így odalép hozzá, de jóval magasabb ugye a srác. Fölnéz, és kicsit így megütögeti a vállát. És figyelj, nagyon cuki. Hogy jóval semmi baj. Hogy ne add föl, hogy semmi baj, hogy ne. És a srácon látszik a francia drukker lenéz, és egy pillanatra nem is érti, hogy valójában mi történik, mert látja, hogy portugál mezben van a kisrác. Megsimogatja a fejét, még mindig nagyon zokog, majd a srác már indulna a kicsi, visszamegy, és megöleli. És ölelkeznek. Hát figyelj, annyira nagyon szép az a videó, és szerintem az egy ilyen emblematikus videója lesz az EB-nek, és azt látod, hogy a kicsi visszamegy, fölnyúl a nagy nyakába, és a 23 éves francia, meg a 8 éves portugál drukker hosszasan ölelkezik. Nagyon szép videó. Tényleg, nagyon jó megnézni, meg úgy lélekemre, és azt gondolod, hogy jó van, még talán nincs akkora baj. Aha. És utána megsimogatja még egyszer a fejét, mutatja, hogy jó van, ne sírjál, tudod, mi jó van. Legközelebb, és akkor kilép a képből. De az arcok, meg a metakommunikáció, meg az ölelés, az egész nagyon szép. És a 23 éves hapsérnak a végére, hogy a síres el is múlik. Kicsit úgy megvigasztalódik nyilván, és látod, hogy tök más színben, teljesen más országból, két azonos nyelvet valószínűleg, ugye nem beszélő angolul, nem biztos, hogy kommunikáló ember, úgy lép oda egymáshoz, hogy azt gondolod, hogy na erről is szól a sport, vagy erről szól a futball, vagy erről is kellene, hogy szóljon, nem csak az ultrákról, meg mit tudom én arról, hogy négy embert eszméletlenre vernek. De nagyon szép videó. De jó. És én látom már, csak rád kell néznek jobbra, hogy valami rettetesen cinikus, személyes, aljas, lelketlen, rohadt beszólásról gondolkozol, mert jobbra néztem, és láttam a kis furmályos agyacskádat, hogy töröd már, hogy mivel rombolsz itt ezt a kis, végre ezt a pozitív megszólalást. Na mond. Mert látom lelkész személy előtt, hogy bőrfejűek rabbikat ölelgetnek a Dohány utcán. Igen. Van ezt a kisfiú, zsidó kisfiúkat, de tényleg, szóval, hogy azért ebben a világban van még valami, ami szép meg jó. Tök helyes, tényleg nézzétek meg, nagyon jó. Nagyon cuki videó. Nekem, hát amikor a kismacskát újraélesztette a tűz. Jó, a rohagyjál se meg ott, ahogy. Szájjal? Nem. Egy ilyen kis oxigén most tettek fel. Ahogy kihozza az égő házból, és utána... Igen. Ne indulj fel a fény felé! És így nyomkodta a pici mellkasát is. Ott mi a tempó? Ott is 120. Igen. Tényleg szép. Azt nem láttam, de megnézem azt is. Tudod, a Stayed Alive, azt kell hallgatni. De megvan az a videó például. Hihetetlen. Nagyon cuki, és ahogy elkezd lélegezni a kis mellkasok, kis picinek. Imádom az ilyet. Na, az is egyébként. Igen, szóval, hogy ezeket jó így néha megnézni. Na mindegy. Valamelyik nap láttam közterületeseket, ahogy paprikárusokat ölelgettek. Nem csak egy olyan reggelt valamikor előre bepromózva, hogy öleld meg az ellenséget? Tehát arra gondolok, hogy mit tudom én, BKV utas megölel egy ellenőrt. Egy volt Uberes oda megy egy taxishoz. Ennek az a veszélye, várjál. Egy pofon. Igen, ez megvan. Az időcsém? A kávira 3000, föl a várba 8000. Nem akarom, hogy elvigyél, csak be akarnak ölelni. Mit tudom én? Kika egy közterületes megölel egy éppen egy ott parkolót. Érted? Tehát a város előtt megöleli Türner Gyula. Jó. Meggondolt túl azért. Ja, Veszprém és Felcsút között félúton megölelni egymást, Mészáros Lőrinc, Sévics Kalajos, nem? Hát milyen csodálatos kép. Na, látod, és akkor még frekink is lett. Nagy öröm. Nem halasz. Adják már ezeket a fiúkat dolgozni. Na, látod, hogy mennyi ölelős dolgot se lehet adélkül elmondani. Ne lenne benne azonnal politikai hát áthallás. Mit tudom én, Dir Gergens megölelni Kolosi Péter. egy Burger King és egy McDonald's-os. Mit tudom én? Jóbi Rozbi sok a barátok közt is ölelgetni. Tehát, hogy Kassanyi Lévi Budamarcit.
Igen, Harsányi Levin, Budamarci. Hát tehát, hogy kiölelhetne meg, kit írjátok meg nekem. Hát jó, ugye? Igen. Én a Bereckit írja valaki, abszolút igen. Jóban vagytok, jó, nem igen. Kell ez a ízéz a műbal. Igen, a láncidasok a karcosokat. És vissza, és küldözgetnének egymást mindenfelé hidegtávokat. Meg számokat, nem? Igen. Robi köri a postás, a kutyát, tök jó. Viktor Fletót. Igen, hát jön. Jaj, de imádnék egy ilyen napot. Úristen, Plagzi Lajcsi a villanyóra leolvasott, küldik nekünk nagyon sok. Tarlós Vitézi ölelést is megnéznének, rengetegen. Igen, én a szeretőm feleségét ölelném meg. Népszab is a magyar nemzetest, Endi Vajna, Damu Rolandot. Nagy barátkozás, gyerekek. Bali ölelje meg Charlie a majmot, Majka ölelgetné Dokment, Pintér Attila, Ben Storkot. Tibi atya, Ora Vecnórát. Az nagyon jó. Nagy ellenségeskedés. Igen. Igen. Sarka Kata öleje meg Bálint Antóniát, szintén egyébként nem jutott eszembe, nagyon jó. Az osztrák focisták a magyar focistákat. Marci küldte nekünk. Ölelkezzetek össze az NMHH-val, fiúk. Igen. Az egy nagy ölelés. Jöhetne tőlük tényleg egy hivatalos. Norbi öleje meg a porcukros fánkot. A Fradi Ultrák Kubatovot ölelgetnék meg. Ez egy nagy találkozás. Most megyek üdvédként Tatabányára tárgyalni. Megölelgesem az ügyész, vagy jó lesz a tanácselnök is. Csaba kérdezte. A hentes Biogabit, Hajdu Puzsért. Szóval lenne azért itt, lenne itt azért kinek ölelkezni. Igen. Tarsoly Csaba, Questor károsultak. Egyesével az összeset. Bizonyám. Vida Ildikó, Barack Obamát. Egy tervezett öleléssel hazacsalogatni kummediátor Marcsikát is. Sokan szeretnék megölelgetni. Sokan szeretnék megölelgetni. El se engedni. Igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. 30 éves létemre az esküvői próba frizurámért ülök lassan egy órája a búrában, a fodrásznál, fémcsavarokkal, rózsaszínű hajhálóval és fülvédőkkel. Ebben a helyzetben jól jön egy női magazin, meg persze ti. Na. Ez mit jelent, hogy esküvői próba frizura? Megcsinálják, hogy ne legyen meglepi. Tehát jövő hét szombaton lesz az esküvő, most legyártják a frizurát. De a fodrász nem bízik magában, te nem bízol a fodrászodban, a férjed nem bízik a te hajadban. Tehát mi az, hogy esküvői próba frizura? Ezt nem értem. Tehát elmész, mert azt gondolod, hogy elsőre még elronthatja, másodikra nem? Vagy magadban nem bízol, hogy hülye hajat csinálnak, annak kedves rosszul fog állni? Tehát ezt nem értem. Kiben nem bízol, ha te próbafrizurát csináltad? Hát élete legfontosabb napja, és azt akarja, hogy minden tökéletes legyen. Jó, nyilván úgy kell kiválasztani a frizurát, mert például az én frizurámból már nincs visszaút. De ilyenkor megmutatod a próbafrizurát a kedvesednek? Igen. És nézd, ilyen lesz? És akkor csinálnak próbasminket, mindent lepróbál? Próbaruhát, igen. Igen, próbamenüt, próbamennyasszonytáncot és próbamásnapot. És akkor a fodrász ott áll, és azt mondja, hogy stopper óra indít, én ezt most lemérem ennyi idő alatt, hogy majd az esküvőd reggelén, hajnalán, ennyi idő alatt tudom megcsinálni. 9-re kell jönni, vagy 8-ra. Kiderül, hogy nem áll jól, akkor ott még tud valami más csinálni? Megőrülök. Miket ki nem találnak? Én sose értettem, hogy minden mennyasszony, vagy majd minden mennyasszony olyan frizurát csináltat magának, amit soha az életben nem hordott. És amikor visszanézed a mennyasszonyi képeket, de tényleg így van. Akkor így ránézel a nőre, a képre, nőre, tehát biztos te vagy. Biztos. Mert hogy szép akar lenni, csak néha ott azért vannak félre csúszások. Tehát olyan hát. Haj, ugye? Hogy olyan hajjal áll, amit egyrészt soha senki nem hordott még, másrészt pedig nem ő. Tehát nem az a nő, akit egyébként te szeretsz. Szerintem sokan ezt itt. Igen, de van, aki szerint mindenki konyban utazik az esküvőn. Én azt látom, hogy esküvői fotókon. Hát nem is konyban, hanem ilyen rettenetesen nagy hajköltemény, ilyen loknik, ilyen csavarok. A büdös életben nem csináltatsz magadnak olyan hajat, tényleg egyébként szerintem nem is jó, de hogy az összes esküvőképen ilyen hajat. Nagyon lát, szép nem? Akartam lenni. De van, akik sikerül is ez egyébként, és akkor meg a férje ura. Azt szeretné, hogyha az év 365 napján is már a sírig így néz neki. Aha. És ezért, úristen, egy gyönyörűt vettem fel, és Jézus. Mik a neuralgikus pontok egy esküvőn? Mit tudnak elrontani? Tehát mi az, amitől egy mennyasszony nagyon fél, vagy amitől mindenki félt a saját esküvőjén, hogy ezt elrontja? Vagy elrontják neki? Van ilyen, hogy hát, rossz lesz a vőfé, vagy berúg a tanú, vagy nem ér oda valaki... Hát előbb a nálunk is volt ilyen, aki csak a kaján ért oda. Istenem, kiból, ne hülyéskedj, de hozott valami nagyot cserébe. Nálunk is volt azért, aki megvárta még végig a szertartások, aztán megérkezett, kaját egy jót is, már ott se volt. Figyelj, így nem kell csinálni, hogy a Jani csinálta. Utolsónak jött, elsőként távozott. Ne hazudjál már. De, viszonylag hamar lenni. Utolsónak érkeztem, de utolsónak, dehogy is. De egyébként elég hamar elmentetek. Nem mondtam, hogy János, francokat csomagolhatok még hamar. Valamit a konyháról, ami akkor megvan. Mondtad, hogy amikor ti már elmennétek jacuzzi,
bulizni, a haverokkal akkor mentünk el. Nem, egyébként nem mentetek el túl hamar, igen. Utolsónak jöttetek, de hatig, fél hétig ott is kaladtatok. Kompenzáltam, még a Viki anyukájával is mentünk egy kört a parkba, a kiskutyát sétáltattunk, ilyesmi, tehát hogy én éreztem, hogy kellemetlen, és mindenkivel, oda mentem, mindenkivel beszélgettem, érted? Alapesetben azért el tudsz engem képzelni, hogy egy kastélynak a parkjába sétálgatok. Az öröm anyával is beszélgetünk, tudod. És közben kiskutyákat sétáltatunk. Muszáj volt törleszteled, hogy elkéstél. Körbenéztem, ránéztem, végmértem a násznépet, és mondtam, de jó, mindenki itt van. Majd egyszer csak megállapítottam, hogy nem. Valaki még valószínű a csornai körforgalomban bolyong a kis GPS-ével, és azt mondja, Mónika, merre menjek, nem fogunk odaérni, siess. Aztán lecsúsztátok a szertartást. Hát figyelj. De nem baj, a kajár ott voltatok, ez a lényeg. Volt sülypadlizsán, meg tofu. Hát ennyi. Megmondom, hogy sétálgatom, már egy kicsit távol úgy nézek, mint hogyha nem tudom, a Szimbád című film egy kivágott jelenetelet, ahol vagy érted, van, tényleg valami Klódi, ott sétáltunk, és olyan kellemes volt ez az egész. Így van, nem tudom, és a hullófa levelekről beszélgettünk, vagy valami. Vannak ezek a nagy klasszik elrontott esküvők, igen, amikor tényleg valami nagyon-nagyon rosszul sikerült. Tehát én mindig csak ugye ilyen videó válogatásokban látok olyat, hogy elvágódik a tanú, meg lepisili a mennyasszony ruháját a kutya, de hogy vannak valószínűleg tényleg ilyen rosszul sikerült esküvők. Hát azért senki nem gondolja, hogy azért ül a mennyasszony meg a vőlegény az asztal fönn, mert hogy az úgy jól mutat, meg az úgy fontos. Nem, hogy elválasz egymástól a két családot. Hogy nehogy véletlenül egymás mellé üljön a két após. Érted? De mik történhetnek? Te zenéltél azért sokszor esküvőn, de soha? Na, azért a Best of-al megfordultatok, nem voltatok? Ezt nem vállalunk esküvőn. Már nem? Én úgy tudom, az elején azért mentetek esküvőre. Egyszer voltunk, egy esküvőn voltunk, az is egy barátnak. Valakinél mondta, még tizen éltetek. Soha. Nem. Egyszer. Még mi is ismerünk valakit, akinél tizen éltetek az esküvőn. Egy vállaltunk. Na jó, mindegy. Na, mindegy, a lényeg, hogy az például a legszebb pillanat, mikor az após túlítta magát, vagy mind a két após. Klasszik. És ebbe én tettem több pénzt, és elkezdődik a pénzügyi vita, de ott az esküvőben. De hol a mennyasszony táncnál, vagy hol? A mennyasszony tánc előtt elkezdődik már, ha addigra ilyen 10-11-re ők megalakultak mindketten, addig nagy barátok voltak, és elindul 11-kor, hogy majd én vigyázok a pénzt, nem, mert én tettem bele többet, de nem fogod elvinni papa, mert az a gyerekeké. Tehát hát, nem is tudom, hogy miért, tehát hogy mi vitatkozunk. Ezért nagyon fontos, hogy 50-50 legyen, amikor az esküvőt összehozzák, akkor mind a két család ugyanannyit fizessen bele, mert van már tényleg az alkohol mennyiség, amikor ez elő fog jönni, hogy de a legnagyobb blöff ez a mennyasszonytánc, nem? Már miért? Hát ott akkor annyit teszel be, senki nem látja, az nagyon nagy kamu. Tehát ott azért rád van bízva, hogy mennyit raksz be. Meg azért mutogatják. Tenni, hogy, mutogatják, szokták. Így összetekered a 10 000-est, az egyik ujjadra, és akkor úgy tűnik, mintha köteg lenne. Megemeled, és belesok. De ott a rokonok megszólnak, ha te nem teszel be eleget, nem? Tehát, hogy mindenki nézi, hogy ki mennyit tesz be. Ugye az ifjú pár abból akar nászútra menni, berendezni a gyerekszobát, és akkor ott kialakulhat konfliktus? Ott kialakulhat, de a fele-felére csak egy történet. 8 évvel ezelőtt voltam, azt hiszem, hogy 9 egy lakodalomban, ahol azt mondták, hogy akkor te fizeted a felét, én fizetem a felét. 11 órakor előkerült, hogy így van, fele-fele fizettünk, de ti 72-en vagytok, mi meg csak 70-em. Na, tessék! Normális? És miért igaz akkor? Hát, ti 72-en, mi 70-en. Én miért fizettem annyit, mint te? Én sose felejtem el, mindig elmondom ezt a történetet, amikor jó barátom apukája meg akarta verni a zenekart. Hát azt azt egyfajta csúcspontként éltünk meg, mi fiatalok is láttuk, hogy ez az, hát belevaló még az öreg. Valamin berágott. Nem azt a dalt, nem úgy, nem abban a szólamban, nem tudom. És neki szaladt a zenekar. És én beszélgettem pont a vőlegénye, vagy akkor már ugye a férje, vagy férjelölt, és egyszer csak azt láttam, hogy átnézem állam fölött, és rémült arccal odaugrik a saját testvéréhez, akivel együtt próbálták megfékezni a drága apukájukat, mert a papa úgy gondolta, hogy revansot kell venni a zenekaron, picit lefagyott a hangulat, papát valahol a színpad előtt sikerült megállapítani, hogy ne akarja agyonverni az énekest, érted? Hogy azért ott milyen indulatok indultak el? Hogy mi volt a rossz? Nem tudom, hogy mire rágott be. Szerintem picit túltintázott, és akkor ott valamin berágott. Mert vannak az idősebb vendégek, ugye nagymami korosztály, akik nyilván régebbi zenét akarnak, vagy egy kis ulatósat. Hát vannak a fiatalok, akik azt akarják, hogy modern zene legyen. Miért nem a kedvenceimet játsza? Mert többen vagyunk, papa. Néhányan vannak. A mennyasszonynak például, hogy elrontják a sminkjét, a haját, eső van, ezek a nehéz pillanatok a szabadban van, nem? A fotó, ja, de mondjuk az később derül ki. Az még ott a helyszínen nem. Tudod, hogy rossz lett az esküvői fotó, de az egy későbbi történet. Hát a fotós béna az csak utólag derül ki, igen, amikor már kifizetted. Ültetés.
Hú, a kiki mellé. A kikivel, ki hogyan, azt ők szépen beosztják, és amikor jönnek be az emberek, ugye van egy kártyás ültetés, vagy bekísérnek és leültetnek valahova, én emellé nem ülök. Nem tudunk hova ültetni, én akkor nem ülök le. Igen. Az milyen a saját esküvőden, azon izgulni, ki fog összeverekedni kivel az ültetésen. Kísértődik meg ilyen vackon. Igen, az mondjuk kemény. Hajak például a nőknél az is olyan, nem? Hogyha elrontja valaki, még én nem találkoztam ilyennel. Egyszer volt egy esküvő, ahol a fodrász elfelejtette, hogy esküvő van. És nem mente megcsinálni mennyasszony haját. Zokogott a mennyasszony, arra emlékszem. És pedig szép volt nyilván így. Tessé? És így is normális volt. Nem volt baj vele, na. Nem tudom már ez kinek az esküvő volt, de ja. Biztos, hogy szép volt. Csak hallottam, hogy volt ilyen, hogy elfelejtette a fodrász. Az is egy kemény pillanat egyébként. De ez szerintem a nők stresszelik inkább túl, nem? Hát igen, de sokan. A panik nem stresszelnek annyit ezen az esküvői kérdésen. De a melójuk is sok. Tehát, hogy azért persze életük legszebb napja, meg gyönyörű, meg minden, meg meghatározó pillanatok ezek, de iszonyú melós. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy én megtehetem azt, hogy vendégként azt mondani, hogy nagyon köszönöm szépen, nekem ennyi elég volt, akkor egy kicsit ledőlök, mert már eleget ittam, megfáradtam. De olyan nincs, hogy a mennyasszony vagy a vőlegény azt mondja, hogy gyerek, egy picit megfáradtam, eleget ettünk, ittunk, akkor ledőlnék. Nekik az elejétől a végéig kőkeményen helyt kell állniuk, és mindent rajtuk kérnek számon, mindent nekik kell felügyelni. Szerintem az a jó, ha valaki ezt az egészet elengedi, és tudja, hogy ez róla szól, és jól érzi magát, nem? Tehát, hogyha már ezen így stresszelsz, meg az egészet túl stresszeled, hogy mindenki érezze jól magát, meg mindenki odaüljön, tehát azt ki kell zárni, nem? Tehát az a jó, amikor te úgy tudsz viselkedni, nem érdekel, hogy ki hogy érzi magát, ez a nap rólad szól. Hát csak vannak ilyen zavaró tényezők, ugye apuka például, aki ott áll, ahogy hívják, és már így nézed így, hogy ott van a zenekar előtt, és látszik a testtartásából éppen. Ő nem állt ott, ő azt hiszem táncolt egyszer, csak ott hagyta a parterét, és elindult a zenekar felé. Tehát, hogy ő nem méregette a zenekart. A vetődő tigris maga. Igen, ott nem állítják meg, akkor ő megveri a frontembert. Szerintem az öreg zseniális egyébként, azóta sokszor emlegetjük. Vagy nem imádni való ember, nem? Nagyon jó. Csak azért nem akartam beleszólni, mert ezért mégiscsak sztori, meg minden, meg valahol volt, de hát ez nálunk konkrétan megtörtént, tehát, hogy apu odament. Apu odament, kicsit reklamált, de a nővérem kiszúrta, és hát odament, és ő elég vehemens, elég jól tudja kezelni, vagy jól tudta kezelni szegény apámat, és már így látszott, hogy csak távolról látod. Rágott be valami? Persze valami. Rossz helyre ültették? Nem, a zenekar. Ja, a zenekar. Ő is a zenekarra bukott ki. Mert hát ugye alapvetően ő mondjuk ilyen lagzilajcsi kompatibilis zenéket szeretett, és ilyet meg keveset játszott a zenekar, és hát oda ment szólni, hogy de hát ugye... A kék a szeme csak persze, lesz. Persze, alapvetően ő nem, tehát ugye elég nyersült, és akkor oda ment, és akkor jelezte nekik, hogy ne. De hát már a jelzéseket már messziről ki lehetett szúrni, meg egy picit talán hallani, és nővérem oda ment, aztán elintézte, és azért az így mókás. És ott tudjuk, hogy a papa mire rágott be? Mert az esetben az én történetemben nem tudom. A muzsikára, hogy nem volt elég lakodalmas. Ja, hogy nem volt elég lakodalmas. Más játszott. Igen, nem volt elég lakodalmas, hanem nagyon poposban nyomták, igen, és ez neki nem annyira. Volt. Igen. De ez érted, az egy demére, egy sajtból van a horra, azért mindenki. Csak apád elkapja, kibelezi. Persze, de a nővérem oda ment, és így egy fölé tornyosult, és elintézte rövid úton. Tehát, hogy érezte, hogy ez az ő esküvőjének nem, itt most nem szabad semmit megtörténnie, és nagyon gyorsan leütötte a fatet. Nálunk egyébként nem volt ilyen baki, semmire nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy ülünk az anyakönyvvezető előtt, ketten, és így a wiki fejé néha így hátra bicsaklik. Hát mondom, hogy el fog ájulni, megint hátra bicsaklik a feje. És azt látom, hogy valaki így tépkedi hátulról, tudod? És így, amikor mondja az anyakönyvvezető a szöveget, akkor csak így mondja, hogy néha tudod így barra, és azt... Hátranézik, és azt látom, hogy a húga tépkedi a ruháját. Mondom, ez hülye, ez megőrült, ez ezzel vicce, hogy itt ez a poén, hogy mi ott ülünk, tudod, próbáljuk kimondani, koncentrálunk. A Vikinek meg hátraugrik a nyaka. Kiderült, hogy rajta maradt az esküvői ruhának az árcédulája. Ja. És a húga az első sorba ült, tudod, mi nagyon komolyan állunk, ülünk, és azt... Ez hülye, milyen kiszakítja a fejét. Megőrült, berúgott. És szicegtem a haverémnek, hogy állítsák már le a zsófit, mert megbolondult a húga. Kicsit úgy érzi, hogy róla szól a dolog, majd később derült ki, hogy az árcédulát próbálta letépni az esküvői ruháról. Akkor is megakadályozom ezt az esküvőt. Valami mondom, ennyire utál, hogy nem akarja, hogy a nővére megházasodjon, és aztán valahogy ott szerzett egy kisollót, és akkor az keresztül levágta. De mondom, az szülye, becsinálták. Lerészegedett, nem normális. Nem akarja ezt az esküvőt. Nátok volt itt ilyet, ilyen táncot nem tanultatok be, meg semmit, nem? Hova? Én táncot?
Ja tudom, ti bementetek, felmarkoltátok a pogácsát és jöttetek. Persze, ennyi volt az egész. Még talán rólót se úsztát föl, már arra a kis időre nem volt értelme. Meg legyen üves. De ez azért jó, mert az konfliktusmentes. Nincs mi összeveszni. Meg nem volt, aki összeveszne, hiszen nem semmi, volt ott senki, csak nem voltunk ketten. Sokan. Nem voltunk sokan. Na csak egy SMS az elrontott esküvőkkel kapcsolatban, hogy hogy lehet ezt elrontani. A mi esküvőnkön annyi üres boríték volt, hogy a vacsorát nem tudtuk kifizetni, és lehányták a mennyasszonyi autót. Azért az kedves gesztus az üres boríték. És ezt te fogadjátok el egy kicsit. Persze, indítsátok be az életeteket, tessék. Ne, ez kamu, nincs ilyen ember, aki odaad egy üres borítékot. Akkor elmondom. Hogy bedobod az üres borítékot, hogy berakod, nem á? Haveresküvőjén voltunk, mi vittünk a BK-val borítékot, és voltak még meghívott barátok. És amikor én mentem odaadni a borítékot, hogy fogadjátok szeretettel, beállt mindenki mögém, és úgy csináltak volna, mintha azt a pénzt mi össze... Nem hiszem el. Nem hiszem. Odálltak mögé, és azt mondták, mi is nagyon sok boldogságot a rutin, de mekkora rutin. Gratulálunk, Zoli, egész tényleg. És nem mondtad a gyerekek? Hát, most, hát most ott mit most mit nagyon semmit azt? Egyébként, most igen. Most mondod, hogy nem velem vannak, ezt csak én adtam, mert az meg érted, hogy adja ki magát. Ez az én pénzem meg, ami kettőnké. De milyen rutinosak egyébként? Nagyon ügyes, ott egy semmit nem hoztak, oda jöttek, és mondják, mi is, te profik. Boldogság. Ilyen kasztérdés, ha látod, hogy van egy nagy doboz cipelnek, akkor gyorsolod át. Hadd segítsek. Sok boldogságot kívánok, és együtt adjuk át. Együtt nehéz. Adjuk át. Egyi. Az én apám Bruce Lee-ra itta magát, félmeztelenre vetközött, a apos, igen, és mindenáron verekedni akart a vőfé. Rohadt kellemetlen volt. Rohadt kellemetlen volt, írja Laca. Apám a bátyám Lagziában túlitta magát a vacsorán, és megkérdezte, kinek a temetésén vagyunk, fiam? Jó fej az öreg. Jó fej az öreg. Én voltam olyan esküvőn, ahol a mennyasszony mezitláb ropta a sátorban, majd a sérült vezetékre lépve megcsapta az áram. És beszállt az asztalok közé. Nem lett nagy baj, két nagy zúzódás leszámítva. Szegény. Nálunk az anyakönyvvezetőt kellett infúzióra rakni, mert kissé beívott. Még reggel. Háromszor volt első hitvesi csók, de csak ennyi tűnt fel a vendégeknek. Egy három gyerekes anyuka írt ezt nekünk. Nekem a sógorom beesett a pad alá a templomi szertartáson, nem tudtam felvenni a gyűrűt a tálcáról, 10 méterre lőttem el, a fél násznép kúszott a padok alatt, mire megtalálták. Végül a Lagzin, a tesóm és apukám összeverekedtek. Azt te szép. Az nagyon jó. Közeli rokonsági verekedés. Apa fiú bunyó. Anyósom pedig a költségekre eltette a mennyasszonyi tánc bevételét. Gratulálok, jó család, mind a kettő. Azért, amikor látod, hogy az anyós ott pakolja el a mennyasszony táncnak a bevételét. Közben az apád és a testvéred verik egymást. Közben az apád verekszik a testvéredet. De ezek mennyire bölcsek voltak, nem? Anyós, nyilván arra gondol, hogy kicsit logikusabban gondolkodok, kicsit reálisabb, oké, megvan a pénz, jó van, kezdve ezek nézni a hülyeket. Úgy csak kérdés, hogy akarsz olyan családban élni, az anyósod meglop, nem? Szóval igen. Azért az nagyon szép, hogy táncoljatok, anyós megkezeli a kasszát. Tehát nem biztos, hogy jól házasodtál. Egyébként írja a hallgató, hogy már el is vált. Tehát mondta, ja, hát neki, igen. Ez neki elég volt. Jó, de mondjuk azért azt végignézi, hogy az öcsét verekszik az apátokkal. Szerintem zseni. Azon gondolkodom, hogy én mit csinálnék? Én rendelnék még egy fröccsöt, hátradőlnék, kacsaladjon a hülyen. Most már mit csinálsz? Szerintem zseni. A videósak, hogy mindent rögzik. Oda? Ember óriás. De hogy oda. Családon belül. A hugod esküvőjén az apáddal mind tudsz összeverekedni, nem? Tehát azért ebben gondolj bele, hogy ott vagy a hugod legfontosabb napján. Apád beszól valamit, és elkezdesz verekedni az apáddal. Két felnőtt ember. Mert érted az apósoddal, egy-két barát, de hogy egy testvérnek a férfi tagja a saját apjával. Hát ott mind verekednek. Jó, hát ez simán lehet tudom kérdezni, hogy az öreg ívott 2, 3, 5 őszintén itt a magát. És akkor odalökhet egy ilyet, amit tudom én, vagy nem egyszer, hanem a többször és oda, de hozzád is biztos, hogy nem egy segíte, hülye múlja vagy, mint az anyád. És valószínűleg nagyon jó apuka lehet. Van, hogy 5-10-szer elnyomott egy-egyet, aztán elszakadt a cél. Lehet, hogy az öccse is egy picit ívott. Tehát, hogy simán lehet tudok képzelni egy ilyen szituációt, de hogy ha videón is megvan, az óriási. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Figyeljetek, tényleg, tegyük már azt a rohadt mobiltelefon. Menjünk ki hozzájuk, menj szólalt a sorunkat. Ez most már engem, ez annyira idegesít. Miért? És
És vigyázzatok, és mondom, várjál, hogy ez nem csak az én problémám, mert nemzetközi igazi szinten ajtó. Most már azt csinálják, például Németországban nagyon sok olyan baleset van, hogy a gyalogos nézi a telefonját, így megy, és elüti az autó. Ezért a piros lámpát ide leteszik az úttestre, a gyalogátkelő helyen. Nézd meg, most jó, most fotózol, most persze rögtön átállítottuk. Itt áll, eljön a Morning Show kitelepülésre, és cseszteti a telefonját. Mit csináltál vele az előbb? Csak képet csináltál. Láttam, hogy nem azt csináltad, mert a kockatkövet nem fotózzuk le. Hogy hívnak? Ja, tényleg. Hogy hívnak? Barbie, ne haragudj a bácsira, már picit öreg, idős, már nem érti a technikát, hogy mit kell csinálni ezzel a telefonon. A bácsi felett eljár picit az idő. Barbie, ne haragudj azért. Nem értem ezt az egészet. Itt is volt. Te is az előbb. Ki? SMS-eztél, fogadjunk. Nem. Mondjuk ott. Azt mondja, ő SMS-t. Mondjuk ott, lefotóztam. Azt mondd meg ott, ekkor embert még nem láttam, lefotóztam. Óriás van itt a télen, óriás. Most nem azért jöttél, hogy bennünket nézzél, legyél velünk, együtt élj a műsorral, és erre SMS-ezel. Megtekültem. Ja, mit küldtél? Hogy Zalaegerszegről jöttünk. Te küldted az SMS-t? Na látod, én vagyok az, aki az SMS-ekkel foglalkozik. Nem is láttam. Láttam, most akartam megkérdezni, hogy Zalaegerszegről jöttél a barátnőddel, valami ilyesmi volt az SMS-ben. Igen. Hopp, köszönöm. Bali, mert ők futtatják magukat, én olvasom az SMS-eket. Nem futtatjuk magukat. Most mondta el, hogy Zalaegerszegről jött, és itt áll mellette valaki. Hát én is bekamúzom ezt, és sémálhatom. Aztán várjál csak, nem, te ugye egy lány vagy, és a barátnőddel jött, és itt álltok most a főt. Ugye? Akkor te voltál. Szia, mi a neved? Jenny vagyok. Jenny, most így korrekt megkérdez. Most mi lesz, megkérdez... bácsi, őt is leszúrjuk, hogy mobiltelefon van a kezébe, bácsi? Most megkérdeztem tőle. Most ezért nagyon el kell, hogy fenekeljen. És ott lesz a Jani is. Bácsi. Jenny, mit fotóztál? Téged? Persze, jó, hát ez itt... Föltetted Instára, vagy hova? Fel fogom tenni. Csinálj már egy szánalomfotót a fiúkkal is, csak hogy ne az legyen, hogy tényleg mindenki engem akar, meg lefotóznak. Hát valami elfáradt a karom reggel óta, hogy így tartom, hogy csak be kelljen állni. Igen, könyörületfotót csinálj a bácsival is, jó? Jenny, arrébb jövök egy picit, mert ebből a szögből biztos én is látszottam, nem akarom, hogy emiatt körbe kelljen vágni a képet. Csinálj róla még egyet. Jó, most tényleg, hogy figyelj csak, egy kicsit gyere ide. Vigyázok a csomagodra, Jenny. Jó, menjél nyugodtan. Leugrok én is ide, így nehogy véletlen belelógjak valahol. Persze. Na, így. Jó, várjál, inkább mögéd megyek, mert az a biztos. Vagy legyen olyan, hogy állunk a lábánál és csókolgatjuk a cipőjét. Igen, ő az ott bár. Most csak a fényt látod. De az valójában nem a nap, hanem Balázs. Jennikem, süsd el nyugodtan, most csinálj. Most így egyszerre is menjen, izguljunk, hogy abszolút lőjél nyugodtan. Nem zavar, ez a fokozzuk a lábadat közben így. Jó? Itt a hölgy még akart valamit mondani piros kabátba. Kezdj, csókolom, tessék egy nevet mondani nekünk. Panni vagyok. Biztos a Ferihez tetszett jönni. Igen. Miért van az? Hogy érzem én ezt? Úristen! Legalább ők bevallják, tudod, az én kedves korosztály. És... Panni? Úgy vagy Pannikám életem. Panni. Köszönöm szépen, nagyon jól. Honnan jöttél, Panni? Szombathely, Zanat. Szombathely. Igen. És csak ugye eljöttél ott minket megnézni? Igen, kicsi? Reggel 6 óra óta itt vagyok. Azt a minden segít neki. Kaptál már valamit? Még nem. A betyárját. Egy képát tőletek. Na hát akkor álljunk meg, van akinek még az sincs. De mit szeretnél igazán? A Jani. Titelkát. Igen. Elvinném az a Jani, a cekkerej, mert cipelj. Egy olyan jelenségről szeretnénk beszélni, amit szerintem mindenki környezetében megtalálható, amikor is nem tudsz elég nagyot mondani, hogy ne jöjjön az ügyeletes kolléga, akinek van sokkal jobb vagy sokkal nagyobb sztoria. Pénteken, hogy Viki elvágta az ujját, Feri megkérdezte, hogy van, Viki mondta, hogy át kellett kötni a kezét, de hogy minden rendben van, majd megérkezett a mi Lacink, aki azt mondta, hogy az semmi, mert ő, amikor viszont elvágta az ujját, akkor kapta. Igen. Akkor viszont egy körfűrésszel majdnem, hogy csuklóig vágta a kezét. Így van. És rájöttünk, hogy mindenki társaságában, ismeretségi körében van egy sokkal nagyobbat mondó ember, akinek nem tudsz olyan történetet elmesélni, hogy neki ne lenne valami sokkal durvább. Ha valakidet elvesztetted, ő azt mondja, 100 ilyet vesztette. Ha valamidet nem találod, ő minden nap elhagyja. Összetörték a kocsidat, neki tankkal mentek át az autóján. Ha esetleg, nem tudom, bringasérülés szenvedtél, beverted a fejedet, az semmi, ő 10 hónapig feküdt az intenzíven úgy, hogy nem bringával ütötték, hanem harckocsival mentek át rajta. Mire megtalálták, és ellátták a semmit. A patamparton étlen.
Vagy egy barát, vagy egy ismerős, vagy egy anyós, vagy egy kolléga mindig übereli azt, amit mondasz, és ha kicsit gondolkozunk, tényleg mindenki környezetében van egy ilyen ember. Igen. Aki úgy indul, az semmi. Nem tudsz neki olyat mondani. És sztori érzékeny, ahogy meghallja, hogy valaki történetet mesél, ő már pattan is fel a székem elől, és már megy oda, és alig várja, hogy befejezd, hogy kirakd a virtuális pontot a mondatod végére, és ő már kezd is bele, nem is érdekli a te történetet. Tehát olyan, hogy visszakérdez, és nála a te sztorid, arra nem létezik. Ha elhagyott a szerelmed, őt ötször hagyták el sokkal durvábban. Ha találtál egy pénztárcát 500 ezer elő, biztos, hogy talált egyet tegnap 1 millióval. Ha egy órát álltál a dugóban Balaton felé, őt múlt héten 3 órát állt a dugóban. Úgy várnád, hogy egy picit valaki együtt érzi. Mondjam már, menjél már! Én a derékból szakadtam le kétszer, mint a kétszer rosszul vartak, mint az arcom nézett a seggem irányába. Igen, azt írjátok meg, hogy mi volt az alaptörténetetek, és azt ő mivel próbálta überelni, tényleg? Tehát, ha te kicsit hárman adtak transzfúziót, hárman, és mind a hárman elsormadtak. Igen. Ha te kicsit levágtad az ujjbegyedet, ő biztos, hogy stílfűrésszel a bal karját vágta le, és majdnem elvérte. 4 ujjabb szakadt le, mind a 4-et a középsúlyamra adták vissza. 60 centi hosszú volt, az az egyetlen ujjam. Nekem a nagymamám volt, ilyen betegségekben nagyon profi volt. Még a prostatája is jobban be volt gyulladva, mint a fateromnak. Ha mondtuk neki, a válasz, hát még nekem. Én fogtam egy 12 kilós gyönyörű nyurga pontyot, mikor megláttam mellettem lévő holgás, csak annyit mondott, ez semmi. Én tegnap akkorát fogtam, hogy csak a fényképe, csak a fényképe volt 13 kiló. Új, de rossz duma, úristen. Azt is küldtem. Háromszor villantottam a vakuval, mire egyszer bevilágítottam. Gyerek farsangjára készültünk, minden nap más talált. Kimeséltem a kolléganőmnek, milyen nehéz kitalálni jó jelmezt, mert a gyermek mindig mást akar. Erre ő az semmi. Az unokája iskolájában egész héten farsang lesz. Minden nap, egész évben. Minden nap be kell öltözni 5 napon kezd. Egy ismerősünk mesélte, hogy milyen finom a tokai 6 puttonyos, mire a vállaki a társágból azonnal rávágta, hogy a semmi, ő már a 7 puttonyosat is megkorlátozta. Volt egy osztálytársam, akinek egyik reggel meséltem a súlyban, hogy majdnem elütött a villamos, épp hogy elugrottam, mire odajött Krisztián, hogy az semmi, ő epilepsziás rohamot kapott a zebrán, és átment rajta egy busz. Sziasztok, engem elütött egy vonat, 50-en haltak meg rajta. Jézus, ne. Volt egy ismerősöm, aki mindegy, hogy milyen történetet meséltél neki, biztos, hogy ismerte a történet egyik szereplőjét. Egyszer kitaláltunk egy fiktív nevet, elmeséltük, még azt az embert is ismerte. A semmi, nekem 4 nyitott szívműtéte volt, altatás nélkül állított el. Meg 3 világháborúban harcoltam, mind a 3-ban megsmesültem. Mióta nem alszol, hogy ide gyere? Hát tegnap este indultam, hogy búzorokor. Tegnap este honnan? Horvátországból? Este, honnan indultál? Nyírbogátról. Azt a minden, jó hosszú volt. Este 8-kor indultál? Igen, este 8-kor indultam. Mivel jött? Bringával? Szekérre. Vonattal. Egy lopott traktorra. Este 8-kor. Igen. Este 8-kor a bogáti vonatra felszálltál, az elvitt Nyíregyházára. Debrecenbe, ott. Hát Máté, Szolnokra, Szolnok ide jöttem. Mondjuk. Dacsepresszel. Gyerekek, azt hívd, ez egy ilyen Janiféle történet. Ez egy öregem, ez kemény. Mikor értél ide? 1:10. Tehát akkor 4 órát még itt sétáltál az üres Szent István téren? Nem, ott a padon ültem. Ez már tényleg ilyen szociodráma. Nem mondod komolyan, hogy ültél 5 órát a padon? Pontásokat megmondják, ott ültem padon. Ők is fölkeltetek, öreg, menj már, na, itt aludjál a padon, hallod, menj már. Tényleg? Igen. De drága vagy, csak azért, hogy lássál bennünket. Igen, igen, azért. Hát ez már megható ez a történet. Itt áll egy hölgy, Feri, sárgában. Jó napot kívánok. Kezi csókolom. Jó napot kívánok önöknek. Nagyon kezi csókolom. Kívánjuk. Minden rendben tetszett találni a téren, mert kicsit ilyen sorsolási bizottság elnöke jelenleg. Nem olyan régen jöttem. Csak úgy tetszek minket megnézni. Igen. Na és milyen a Feri élőben? Még nagyobb, mi? Hát, hogy őszinte legyen. Na. De rosszabbra számítani. Rosszabbnak. Nagyon jól néz ki. Rosszabbra tetszett számítani, tényleg? Komolyan mondom. Komolyan. De mire gondolt? Sokkal erősebb. Mondja ki, nem erős, kövére. Igaz. És az mert ez a két szemét állat ezt mondja 7 éve, hogy én milyen ekkora kövér gyerek. Nem látszik innen, hogy hány kilós. Abszolút. Úgyhogy
tényleg nagyon jól néz ki. Vedd le a pólót! Mármint te akkor Feri. Azért hazamennének. Ferencem, hallott, téged néztek igen. meg először. Imádnak. Pont olyanok, ahogy gondoltam, de önbe kellemesen csalódtam. Drága, és már megérte. Kellemesen csalódtam, sokkal lepukkantabbnak néz ki a képeket. Igen. Hihetetlen, hogy ez a fotó mennyit csal. Legalább 10 évet fiatalodott élőben, Ferenc. Nagyon drága, köszönöm. És szívemből mondtam. Egy pár vagytok egyébként? Együtt laktok? Igen. Mióta tárta románc? 2 éve, de 4 éve vagyunk együtt. Nagyon jó. 2 éve költöztetek össze. Meddig igen. fog még tartani? Nagyon sok ember. Nagyon sok. 2 éve költöztünk össze, de már nagyon megbántam. Meg valaki egy ilyen őszinte lehetne már egyszer adásban, nem? De aki nagyon meg, mondjuk, ha rohadtul utálom az egészet. Az a rohadt papír meg a frankitel. Hol ismerkedtetek meg? Őszintén? Fogalmad nincs. Kocsmában. De jó! Hogy érzem én ezeket, hogy erre mindig rá kell ez kérdezni? Ez romantikus. Egy kocsmában? Pultos lány volt. Bekapcsolnád a villanydárcot? Villanydárc! És mit mondtál neki? Utána? Menjen haza, mert már eléggé kész van. Tényleg? Nagy, aki holnap keressen meg. És imádom. Ja, ez de te mondtad, hogy neked érdeklődésed van, tehát akkor már úgy elindult a kapcsolat. Így van, igen. Na jó, lepattintottad? Le, simán. És esküvő? Hogy állunk az esküvővel? Rágják a fülemet. Kicsoda? Anyós. Anyós, le nem száll az anyós róluk, magodj a fáját. Milyen esküvőt szeretnél egyébként? Nem te, hanem... Te hát, mi? Na, egy gyerek, semmi. Mezitlábas legelik tartós. Akkor azt meg kell csinálni. És mi az oka, hogy még nem sikerült rávenni? Ellenáll? Ne engem kérdezz. Mi az oka? Ne állj ellen. Figyelj, tényleg én is sokáig ellenálltam. Hamarabb szabadulsz. Jó buli. Sok papírmunka. Micsoda? Mire gondolsz, az ültetés rendre? Hát azt úgyis megcsinálják a lányok. Hát az nem nincs baj. Nem, jó buli egyébként. Jó, tényleg. Figyelj, este 8-ra már berúgsz, utána már nem is emlékszel semmire. Hajnal 3-kor tömni magadba az orosz krém tortát, töltött káposztával. Az egy a torta meleg, a káposzta hideg. Jó az. Jó, maga az esküvő az egy jó buli. Ami utána jön, az már sokkal szomorúbb. Úgyhogy... És még egy jó tanács. Beszélt? És még egy jó tanács, ha közben rágondolsz, nem megcsolás. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. János pillanatokon belül megkezdi a berepülést, ugye, a kommunikálást a darvakkal. Ez a karabiner itt mindig rostás. Na hát. És elindult az aljaskodás. Nagyon keményen. János már beült egyébként, és azt még nem mondom, hogy azért teljesen menetkészen van, de már legalább a sisak rajtad van. Igen, azt érzem folyamatosan, hogy amióta beültem a gépbe, megyek össze. Egyre inkább úgy érzem magam, mint egy inka gyerekmúmia. Hasonlít ez is most ez ebben a formában. Azt te tudtad, igen. Hogy úgy fogsz repülni, hogy a lábaid egy férfi nyakában vannak? Megmondom őszintén, egy titkos álmom válik ezzel valóra. Igen. Na jól van. Oké. Merre küldjük? Hát ugye azért fontos, mert élőben így a levegőből ritkán tudunk mi közlekedési hírt kapni. Tehát akkor M1-M7 bevezető szakasz, ott igen. Azt nézzétek meg, ott kéne egy nagy borítás. Jó? Igen, mondták egyébként, hogy az a szó, amit nem szabad kéterül a számon, az a Lupasziget, vagy Looping, így van. Igen. Na milyen egyébként így beülve? Hát te mi nagy repülős nem voltál, tehát... Hát ez repültetél? Igen. Egyébként azt mondják, hogy ez a gép már több mint 6000 alkalommal repült. Mondjuk igen. Mindig más pilótával. Igen, és csak 5000-ig van engedélye. Tehát még ezt is hozzátették. Úgy kell elképzelni a szerkezetet, hogy van egy nagy, a hagyományos klasszikus sárkány repülő szárny. Ebből egy csavar fogja, de tényleg egy csavar fogja, az a lélek csavar ott fönt fölötted. Egy csavar fogja magát az utas fülkét, ami hát kérem szépen kis karbonszállal megerősített, de oldalt mondanám, hogy okosan ilyen vászonból megcsinált szett van. Tehát ha esel, végül akkor is, ebben még kapaszkodni sem tudsz. Meg hát persze, értem a vászont, hiszen hideg van fent, hisz hegyvidék, tehát a vászon teljesen indokolt, hogy vászon van fönt. Igen, hiszen kell is, hogy mosható anyag vegyen körül. Egy ilyen 12 fok van itt jelen pillanatban fönt, értem a vásznak, tehát teljesen egyértelmű. Hát ha valaki nem látott volna még ilyen gépet mondjuk élőben, maga a szárny az nagyon impozáns, tehát az jól néz ki, a fesztávolság azért a szép. Önmagában ugye a szerkezet, ami a szárnyra van rögzítve, hát az már azért az egy laikusnak kérdéseket juttat eszébe, és hát a közelség is, hogy ül a két ember. Ugye elül a pilóta,
nagyon komoly három darab, öt darab műszerrel, az már egyébként fontos. Gyönyörű az egész egyébként, ahogy kinéz. Hátul pedig maga az utas, mint egy tényleg ugye, hát János lába közé véve a pilótát jelen esetben. Igen. Tamás, milyenek az időjárási körülmények? Hogy érzed? Most éppen megfelelőek az időjárási körülmények. Ha, jobban örültél volna, hogy azt mondja, hogy hát ilyeszer időben én még nem repültem. Lényegesen rosszabbba is repültünk. Lényegesen rosszabbba is repültetek, látod? Tehát, hogy mindig megtaláljuk azt a pontot, ami erőt adta. De 9 után te fogsz élvezkedni. Egyébként ebben egészen biztos lehet. Iszonyatosan jó fej volt egyébként az A2-esetnek a pilotája, mert amikor mentem visszafelé, hogy lerakjam a kesztyűját, illetve hogy elvégezek még egy kisebb dolgot hátrébb a stúdió mögött, akkor oda szólt Kaján mosoly az arca, hogy mi van, még egy utolsó fosár? Imre volt? Ő nagyon nagy forma. Jó. Repülési irányról tudunk-e már valamit? Merre lesz a felszállás? Vagy merre indultok? A repülési irány az innen fog történni a autópálya irányába, és gyakorlatilag egy déli iskola körön fogunk indulni. A mondat második része nekem már kevesebbet mondott a déli iskola körrel. Az iskola kör az megvan, a déli irány most azért így hazudnék, ha be tudnám lőni azonnal. A felszállás után déli irányba fordulunk el, tehát az azt jelenti, hogy balra. Balra. Aha, milyen szögű forduló lesz ez? Jánosnak mennyire kell majd kapaszkodni? Finom nem vagy? Kell kapaszkodni. Nem kell. És már ha fölütt, akkor tedd oda magad. Nyilván egyébként sokat segítene, ha kapaszkodni. Egyébként kapaszkodni lehet a csőben is, illetve a pilótában is, csak a szemét barja meg a nyakára. Szálljál le! De megbeszéltetek valami egyezményes jelet? Ugye Jánossal mi ugye tudunk kommunikálni majd fönt terveik szerint, nem tudom, két kopogtatás minden oké, egy lábszorítás, menjünk magasabbra, hátul a vesénél egyfajta meleg érzet, az azt jelenti, hogy bepisültél. Tehát, hogy vannak ilyen jelek? Kidolgoztatok valamit? Hát nekünk ugye van eleve egy titkos jelzésünk, amit nem árulunk el senkinek, csak annyit mondunk róla, hogy a gyorséttermi kínálatból választasz. Igen, ezt mi megbeszéltük, hogy ha három közül bárki kimondja azt a szót, akkor az azt jelenti, hogy a másik kettőnek el kell kezdeni azon dolgozni, hogy lejjön. Hogy ezt nem mondjuk el, hogy ez melyik szó. Indulnia kell a Huey kobráknak, és ki kell mentenie. Igen. Jelen pillanatban egyébként úgy nézel ki, mintha beiratkozni mennél az elsőbb, és a hátadra vettél volna egy repülőt. Tehát, hogy őszi beszél, az nem olyan, mint az iskolatáska helyett, egyébként a repülővel érkeztél volna. Tökre kezdek egyébként betépni. Igen? Egyre inkább azt érzem, hogy elterpesztett az arcomon egy ilyen idült, bágyatok mosoly, mindjárt elindul a nyálelválasztás, és itt fogok ülni ilyen révetek tekintettel, és itt csodorodod az állat, hogy miért kell? Miért kell? Le magad, de nem tudom megcáfolni. Egy alapkérdést azért én még bedobnék, mert picit aggódó szemmel néztél most a motorra, meg az abból jövő olajra, hogy mi van akkor, hogyha leáll a motor? Ha leáll a motor, akkor simán le lehet vele szállni. De akkor is, ha az autópálya fölött vagy? Tehát akkor beteszed a gépek közé? Nem a gépek közé, hát ha autópálya fölött vagyunk, akkor vissza tudunk szállni akár a repülőtérre. Hallod? Meg már ilyenkor burjánzik a gabona. Az azért sokat fog. Fogára esel. Milyen erős, meg mekkora motor van benne? Ebben egy 600 köbcentis motor van, ami 55 lóerő. 600 köbcentis motor, 55 lóerő. A kis polckimba körülbelül ez van. Pont, mint a nincs különbség. Ja, pont, mint az otthoni autótok. Tényleg. Na jól van, oké, szerintem készítsük akkor fel a felszállást, jó? Üljetek be, János már ugye beszíjazva. Nagyon fontos a légtér felderítése, ezt ne feledd, balra néz, jobbra néz, madarakkal kommunikál, hesegessel mindenkit. Fontos. Jó, nem szeretnénk mi Ferivel madárajokkal találkozni. Tehát legyetek hangosak és feltűnőek. Mivel úgy tűnik, hogy ez már egy ilyen hagyományá kezd válni, ezért arra kérlek benneteket, hogy a favoritot hagyjátok meg a gyerekemnek, a lányomnak, mert felnő, én is az apámtól kaptam, a Montit azt elárverezhetik. Azt a régi pilóta szokást azért tegyük meg, mielőtt indítjuk, hogy tudod, az új utas leköpködjük. Csulázzátok le a plexire. Jó, majd ha elindulsz, akkor a rostét az húz le teljesen. Jó, milyen rostét? Hát van a fejed. A flekkesütés is. Igen, összeütöttünk egy kis húst otthon a hátpicsákodban. Mit szoktunk kívánni mi sárkányrepülősök egymásnak? Jó szelet, vagy jó szerencsét, vagy mit? Jó leszállás. Amikor már azt hiszed, túl vagy rajta, akkor jön a legdurvább a leszállás. Ezt nem ismertük elmondani. Igen, illetve merev tartórudak. Nem? Az még egy fontos dolog. Ezt akartam kérdezni, hogy nem baj, hogy van egy kis játék a... Ezeket a kérdéseket szeretem igazán, én 9 után ugyanezeket fogom kérdezni. Nálunk, nem baj, hogy ennek a széknek van egy kis játéka? Mi mászok egy picit, jobban szoktuk túl biztosítani magunkat esetleges kellemetlen szituációkra. De én látom, jó ez, konkrétan nem? A vászhoz vagy kötve. Tehát jól látom, a vászhoz vagy kötve, tehát ha innen, ha akarsz, se tudsz nagyon kiszállni. Hát meg nem nagy levegőkre van beállítva.
Jó, ülj be nyugodtan, én kezdem, hogy háttérbe vonulunk, akár indíthatod is, jó? Jani, de az még nagyon fontos, ugye, hogy mászás közben mondjuk 5-8 méterről tudsz leesni, tehát oda kell a biztosítás. Innen 300-ról tök mindegy, ha zuhansz. Tényleg, repülési magasság, csak még egy mondat, milyen magasan lesztek? 300 méter. Jó, de ezt nem akartam tudni. Potom 300 méter. De villog a kereked, de jó. Ezt nem akartam, bocsani, ezt azt hittem alacsonyabban, ez nem azért kérdeztem, tényleg nem akartalak elbizonyítani. Viszont azért nagyon érdekes dolog, hogy nem beszélgetek a közönséggel, mégis tudom, hogy ki a hívő, mert többen keresztet van. Jó, hátrébb jövünk, hogy ti innentől kezdve induljatok nyugodtan. Persze, persze, hogy rátok esünk. Szia János. Vigyázz magadra. Nyugi, 9-től ugyanilyen arcot fogok vágni, úgyhogy veled vagyok, nem mondom semmi rosszat. Nyomd le teljesen a rostét. A rostét teljesen nyomd le a fejedre. Vagy mi az, egy plexit? Ja, igen, a rostét nem érte. Jó, megvan. Balázs, csak azért mondom, hogy ha esetleg valami baj történne velem, keresd meg az S3-asomat, jobban jársz vele. Indítás? Halljunk egy jó motorreffentést. Brum, brum, brum. Hát nem mondom, hogy leszakítja a fejemet, nem? Azért így... Nagyon szépen füstöl ez is, Jani, megnyugodhatsz. Igen. Nem mondasz semmit? Egyszer verhovináztam, annak zúzósabb hangja volt. Még egy utolsó, de szeretlek benneteket, vagy valamit. Mindenkit nagyon szeretek, de inkább élni! Ebben a pillanatban Jánosok elindultak a kifutó pálya felé, János hátul üldögélve, elő pedig ugye a pilótával. Hát ugyan János folyamatosan hal minket, de most már úgy csengünk a kettelenni, nem vagy masszív szerkezet. Egyébként ebben a pillanatban olyan érzésem van, mintha elindultunk volna egy motoros fűkaszával. Nem mondtuk, hogy ez az volt még tegnap. Zseniális. Csak mondom, János, hogyha magadnak balra nézel, akkor láthatod, hogy végig Morning Show Class FM hallgatók, az jobbra van a másik oldalon, balra. Állnak egyébként autóval a bekötő úton. Ők már mind azért jötték, hogy lássák a felderítő repülésedet. Balra a másik oldalon, ja, nézd meg. Igen. Most integessetek neki, most jobbra, még látja. Most jobbra nézel, jó, ott most állnak. Ja, sziasztok! Ne legyetek udvariatlanságnak, hogy nagyon nem integetek hátrafelé, de kell még a jobb kezem. Ezt akartam mondani, hogy ne nyújj hátra, mert nagy a baj. Igen. Közvetítsd a felszállás majd egészen nyugodtan, hogy elindultok. A motor felbőgött, hány lóerő? 60? 55 azért, ne nézd többnek, mint amennyi. Szevetek vagytok. 55 lóerő, János hátul kapaszkodva, egyelőre még mozdulatlanul a budaörsi reptéren. Egyébként pillanatokon belül pedig, ha a pilóta lekommunikálja a toronnyal és megkapja a felszállási engedélyt, akkor megkezdi az iskolakört. Na most már egész biztos, hogy ne nyújj hátra, János. Én nem tenném. Okay. Mi lehet az a mozdulat, amiért kopogtatja az egyik műszer? Megígértük, hogy nem szemétkedünk. Csubi, kész a hiperhajtóbű? Azt mondtad, megjavítottad. Na, és közben egyébként tényleg lehet látni, nézd, hogy végig a bekötő úton, ahogy mondtuk, egyébként állnak a hallgatóink, és nézik János első repülését, összesen életében 4-szer ült repülőn. Tehát nem mondható rutinos pilótának. És repülőn igen, de sárkányrepülőn egyszer se. És azt el kell mondjuk nektek tényleg, hogy jelentős különbség van a sárkányrepülés meg a repülés között. Megindult a gép! Istenem, 3, 2, 1! Bevizeltem! Még a földön vagy! Figyelj, most emelkedett el! Na milyen, Jani? Atya úristen! 15, 20, 40, 50! Figyeljetek, srácok, föntről látok mindent! Hé, ott valaki üzekedik a bokorban! Zseniális! Valakinek integetek, ő visszainteget! Nem, csak mutatja, hogy laza a csavar! csak a tudtodra akar adni valamit! Rossz az irány! Na, látsz-e madarakat, vagy bármi, ami zavarhat majd bennünket a repülésben? Milyen kis bigyókat látok lent a földön. Emlékszem, hogy amikor lent jártam valamikor régen, amikor még porban kúszó földi ember voltam én is, akkor ezek 3 méter magas szénabálák voltak, most ezek kis pici apró pontok. Merre repültök? Elkezdtétek az iskola kört, ahogy látom? Igen, ugye? Úgy látom, hogy leértékelés van a praktikerben, visszafelé beugrok, ha túléltem. De az iskolakör, azt tudod mi, hát hogy a pilótád is most tanul. Figyelj, igen. Ha valami közlekedési hír tudsz, hogy gyorsan mondani az M1 M7 fölött, akkor mondhatod is, hogy mit látsz egyébként. Azt sem tudom, melyik az M1 M7. Ja, itt van, látok föntről egy körforgalmat. Az emberek balról jobbra, jobbról balra, és körbe haladnak. Figyeljetek, most vettem észre egy tétűt a pilótámnak, ami...
Azért hívják az iskola, azért hívják iskolakörnek, mert ő is most tanít. Ezt egy, nem akartuk neked elmondani. Igen. Az M1-M7-en, aki áll autóval és látja a Janit, az villogjon már rá. Nézed a pálya, most már nem látod az autópályát. Milyen idő van fönt, János? Mit érzel? Hát meglehetősen hideg van. Nekem azt tanácsolták, hogy ne hozzak kesztyűt magammal, de kellett volna. Ettől függetlenül azt mondom nektek, hogy repülésre alkalmas idő, mert hát hogy is tudnám megcáfolni, miközben a levegőben vagyok, ugye? Figyelj, akkor mondtad volna, én odaadom a tartalékkesztyűmet, mert úgyis izzad a kezem már. Úgy, nem tudtam, hogy olyan hideg lesz fönn. Én felkészültem, ez hegyvidék. Ezt tudnod kellett volna. Jánosik ebben a pillanatban elindulnak visszafelé egyébként, újra a reptér felé érve. Ezt a kört fogjuk majd mi is nagyjából, nem? Ez az iskola kör, ugye egy balforduló után most jönnek a reptér felé. Szerintem már egy olyan 200-250-en biztos fenn vannak, nem? Legalább 250 méter. Kapcsold le a motort! Nagyon hangos! Annak, aki géppel száll fölébe, csak térképet áll, és nem tudja, hogy hogyan vagyok kakáos. De milyen egyébként? Milyen egy ilyen kis lélekvesztő repülni? Jó, nem? Tehát folyamatosan kapaszkodok a mellettem lévő csövekbe. Nincs máshol hely. És az a baj, a pilótám fulladozik, mert gyakorlatilag van egy lábkulcs fönt a derekán. Elől összefogva egy klasszikus jiu-jitsu technikával próbálok meg egy kis erőt meríteni az ő testéből. A sebességet érzékeled, hogy körülbelül mennyivel mehettek? Hát közeledünk egy adótoronyhoz. Egyre közelebb kerülünk. Hát nagyon közel vagyunk. Hát még úgy látom, hogy egyébként még mindig emelkednek, cáfold meg nyugodtan, de szerintem még mindig mentek fölfelé, most már egy mennyi lehet? 200-250-300? Lassúnak tűnik. Igen, remélem, hogy ez a manőver most ez egy előre betervezett manőver, hogy mi egyre feljebb megyünk. Hát nem mondtuk neked, de egy olyan 4-5 kilométerre szeretnénk téged felvinni. Ott már nagyon hideg lesz. Most vagy a reptér fölött egyébként, te látsz minket? Igen, látlak benneteket, le is integetek, miközben jobb kézzel úgy kapaszkodok, hogy szerintem kifordult a könyököm. Én integettem, láttad? Igen. De én nem, mert nekem fázik a kezem. Igen, a Feri nem vette ki a zsebéből a kezét, ne haragudj, nagyon hideg van itt lent is. Vigyázz, Balázs, azt látom, hogy az AN2-es mögött valaki villáskulcsal valamit húzok. Az nem tűnik annyira jó hírnek. Na most mit látsz arra felé előre? Ott most mi van? Azt mondja, hogy jobbra zöld, előttem is... Hülye vagy. Meddig látsz el, Jani, a város felé, ha nézel? Figyeljetek, hát... Mert gyakorlatilag az a baj, hogy nem tudom betájolni magunkat egészen pontosan, hogy merre vagyunk. Szerintem most látom a Dunát. Elképesztő. Most már például embereket nem tudok kivenni ilyen magasságról. Ehhez egyébként nem csoda, János, 300 méteren vagytok, onnan már ritkábban lehet, igen. Ha most balra nézel szintén magadnak, szerintem már egyébként lassan fordultok, akkor ott láthatod a bekötő utat, ahol folyamatosan áldogálnak. Még most már arra is gyanakodok, hogy téged elraboltak, mert nem nagyon akartok visszafordulni. Csak elfelé mész. Egyelőre csak távolodok. Jani, most vagy a hallgatóink felett, most ne pisíj! Ne! Nem hiszem el, hogy még itt is trafiznak. Figyelj, komolyan kérdezem, hideg van fönt? Hideg van, nem? Várjál, most egy ennél fontosabb kérdés, biztos, hogy nem kellett aláírni azokat a biztosítási kötvényeket? Én itt integettem neked, hogy írd alá, de már nem hallottál, mert szálltatok föl. Azt hittem, hogy autogramot akarsz. Egy utolsó. Igen. Na jól van, János, hogy megkezdték az ereszkedést, szerintem landol a budaörsi reptéren villogó leszálló fények közepette. Közvetítsd a leszállást, Jani! Na mi van, csírás? Na mi van? Senki nem lett benne! Mégis megcsináltam! A pilóta jelvényem! A pilóta jelvényem akarom most! Ebben a pillanatban János leszállt egy, hát egy jó 20-25 perces sárkány repülőzés után, hasonlítva Dumbra, amikor Espenbe mentek a motorral, ami egy litit eszik százon, rommá fagyva. Na milyen volt, közben János gurul a beton felé? Várjál, most egy picit ilyen amatőr masszőr mozdulatokkal megpróbálom visszatolni a hasüregemből a rendeltetésszerű helyre a heréimet. Jó nagyot repültetek! Nagyot! Én megmondom őszintén, hogy nem is számítottam rá, hogy ennyit. Motoros sárkányosok körében van egy nagyon kedves szokás, hogy az első repült köröd után van egy beavatási szertartás. Mindenkinek fizetek egy kört a reptére. Na? Te szemét! De észel, hiszem. Jó, Balázs, ezen közül is felismerem a kezed. Van egy ilyen avatás, hogy kis pacskolás? Szertartás.
első repült kör után. Na, milyen volt? Tényleg jó volt, hát nem? Hihetetlen volt így szúnyog kettővel föntről látni a sasfészket. Most írjuk a betétlapot, de megértem, mert láttuk Janit így. De valaki egyébként teljesen komolyan. Tehát... Valaki összekoccant, hogy téged most nézve. Még elfogadom egyébként, mert nyilván egy kicsit korábban jöttek be ezek az SMS-ek, ezt a janizás, de én nem Jani vagyok ezen túl, hanem kis turul. Open your eyes. Time to wake up. És most, a Morning Show legjobb pillanatai. Kezdődik a iskola. Így van. De aljadik. Az, hogy csütörtökön el kell kezdeni, ezt értitek? Hogy? Csütörtökön be kell menni iskolába, miért csütörtök péntek két napra. Minek? Aznap nem vagyok, csak mondom. Mikor? Majd, az első sülis napon. Csak jelzem előre, hogy aztán... De most ez idén van? Igen, mert hogy Benni iskolás, és az első iskolai napján én ott akarok lenni. Minek? Ne zavard már össze szegény gyereket, örül, hogy egyedül megy be. Hát mert az egy nagy pillanat. Ciki, a fater ciki. Hagyjad már. Igen? Nem kell, nincs, nem kell nagy bemegyek, csak akkor ott vagyok. Szerencsétlen. Pacsi, biztos, ott fog sorozatokat nézegetni. Sajnos nem tudtam elmenni, mert... Mit is mondhatnék? Azt mondta, lehet bejövök, tehát hogyha mindegy 8-ra kell bemenni, itt vagyok 4-9-re, mert ide jár a 11-ben majd. Uh-huh. Csak hogy csak ott azt meg akarom élni, azt a pillanatot. Az amikor... ülőjút 11-ben sokkal feljebb. Hát ide nem. Az ülőjút nem, 11 kerület. Tehát ott akarok lenni, amikor az első kis iskolatáskájával ő visszanéz majd rám, még visszaszalad, szorítja a lábam, azt mondja, szeretlek apuci. Aha, nem fogja. Én is nem szeretek. Fog, megy be, örül, hogy nem lát téged. Sír egy kicsit, én is sírok, elindul, mondom, Benni, a sonkás ömléd, még szaladok utána, odaadom neki. Amit én magam kentem neked. Én kentem neked. A kis kiflidet, a kis almácskádat, amit még beraktam, ne hagyd itt, és a tornazsákodat. Jaj, a kis arcocskád. Törli a kis ujját. Igen. Szóval be akarom indítani az iskolába. Aha, nélkül aztán utána bejövök. Menni, csak mondom. Nem azért, hogy lássak, hogy ki az apja. Nem, azt utálom. Na, hát ezért nem menj be. Utálom, ha látják, hogy ki az apja. Tegnap nagyon vicces, ott elmentem érte egy táborba, vagy táborba van, elment egyedül táborba. Egyébként ez is tök nagy dolog, örülünk, táborozik a gyerek, nagyon jó. Bemegyek a táborba, hozom el a gyereket, és jön a kicsit, te vagy ez a sebesség már, és annyira nem akartam, hogy ez egy rászott, hogy maradj már csöndben. A tévében sokkal jobb fej vagy. Tudod, mert és így hagyj gyerek, így megfordult, tudod, helyesek voltak, aranyosak, csak... Igen, a gyerek előtt én sem szeretem. Nem szeretem. Rabba. Egy perc, én gyerek! Egy perc! Maradjatok már csöndben! És én teljesen önkéntelenül... És szemetek csöndben! Utólag vettem, és én rászom, hogy maradj már csöndben! És a gyerek így nézett, hogy megállt a kanál a kérdésre. Pofol lesz. Ki az a... Mert hogy nem akarom ezzel frusztrálni a gyereket, tényleg. Szóval nem kell. Nem megyek be egészen iskolába, csak az úton elindítom majd. Úristen, te lezzem, az előtt a megállok, hogy ennyi, szalad, vissza se néz. Picit lehúzva a sötétített ablak, néz ki, érted, hogy megvan-e minden a gyereknél. Benni, itt vagyok. Tudod, hogy veled vagyok egész nap. Istenem. Ablak párkány, matek óra. Csak nyugodtan, tanárnő. Csak nyugodtan. Itt vagyok, minden oké, okay? Rendben, már itt sem vagyok. Periszkópot, tesi órán, a kötélőre elreszkedek, tudod? Megkinyílik, kinyílik, milyen szertár van. Kémia órán, majd kijövök a kémia szertárról, itt vagyok, minden oké. Két okay? Kis könnyes szemed látszik majd a limó leengedett ablakán. Senki csak titokzatosan itt vagyok, nem egy része senki. Nem érzik, uram, egy 6-literes limuzin alá az iskolát legyes, és arra parkol, mert 8 ülő nem tud beállni. A szemetes kocsi nem tud beállni. Egy brutál egy Lincoln áll az iskolát, vajon minden. Szóval el akarom indítani. Engem, de ezt bejövök, nyugi, itt leszek. Csak, de hagyd teljesíteni, jó? Már hogy? Tehát, hogy nem, ne szaladjék be matekorra. Hagyd a csoklán, nőj, hogy jövő, nyitott ablakán. Kukoricajacsi! Kukoricajacsi! Törten úgy osztunk, hogy a reciprokkát szorzunk. De nem, pont nem ezzel akarom. Nem segítesz, hogy ott vagy. Hátul jelentkezzek! Ki volt az? Ott, Benni jelentkezik! Megint! Kimászom a szekrényből. Nem, én nem terhelni akarom, csak hát ez mégis egy nagy pillanat, hogy egy gyerek iskolába megy. Hát azért ez egy jó dolog, és így... Valójában csak arról akarsz meggyőződni, hogy Benni is van. Ma ott is marad. Jó, valójában csak ez van, hogy tényleg odaérte, és nem mászik el ki egy hátsó. Üres lesz nélkül a ház, majd meglátjátok. De most is óvodában van, tehát hozzá vagyunk szokva. És tök jó, hogy üres. 3 éve óvodában van, tehát azért olyan nagyon váratlanul nem ér majd a délbe, az még itt nincs ott, mert lassan 4. éve jár óvodában. Igen, azért, meg olyan rohadt, hogy az állsz, hogy mindig üresnek. Fura módon nem az iskolában kezdtünk, tehát hogy azért mi szocializáltuk a gyereket óvodába, beraktuk közösségbe, tehát azért napközben így is üres a ház. Részben, mert a kicsi meg otthon van, de ő is megy majd bölcsőbe.
Mikor, mikor ebben Björcsibe? Hát augusztusban is kezd. Igen. Na mindenkit igen. Lepattintanak. Végre. Gyerekek, ez tudarvilág, hát regula, hát itt kemény világ van. Itt nem szórakozunk, persze. De ami durva. Két évesen azért lehet Björcsibe. De hogy a második gyereknek már mennyivel keményebb, nem? Az első gyereket, ne menjen, itthon vagyunk vele, majd Oviba három évesen, a másik gyereket. Nem. Hús, hogy berohadt, hogy rohan magától. Harmadikat már benhagynád a kórházban. Ott szülöm a bölcsibe, már nem én, hanem nagyon jó. Bevegyük a bölcsibe szülni. Noel a bölcsödébe, Viki megy másoddiplomás képzésre, anyát szeretet otthon. Nekem nem lesz Freki. Viccesz? Amit akar. Viccesz? Mi ott leszünk Freki nélkül? Olyan film, amilyet akarsz, nem szólnak rád. Egy összetört külső meghajtóval, hogy nem tudok sorozatot nézni. Úgyhogy tele leszek idővel, meg minden. És akkor jön majd most a könyvcsomagolás, bevásárlás. Igen, indul minden, persze, megjönnek könyveket, már kapjuk az e-maileket, hogy tudod mit kell, meg milyen csomag, meg A4-es rajzlap, meg mit tudom én, hogy megyek majd az Ápiszba. Megveszek mindent az Ápiszba, átmint a Keravilba, ha meg kell venni. Csomó dolgot meg Keravilba is. Nem fogsz érteni, tök új dolgok lesznek. Én kérdezik, hogy kockás füzet, vagy mit? Hogy Viki, azt tudom, hogy mi az a Sandra Iron, de mi a Posta Iron? Igen. Jó Sandra Iron, ez valóban ismerem. Sandra Iron, a Posta Iron kevésbé, de nézd, én a külsőben forgatott filmeket is nagyon szeretem, hogy Posta Iron-t is szívesen megnézem. Persze, már kapjuk, tudod, hogy mit kell, hogy kell, ilyen tornacsomag, olyan. Gyűlölni fogod. Mi csak csodál? Mondom, azt, hogy össze kell szedned, hogy kockás füzetből a pontosan ekkora, a Posta Iron az kell belőle vastag a piros képből, meg a vékonyból, és ott fogsz állni, és meg fogsz őrülni ettől, hogy ezeket össze kell szedni, és nem jó ám akármi, tehát biztos lehet benne, hogy a tanítónéni az első nap fogja mondani, hogy nagyon jó sebesti napok, csak nem ilyen kellett csak nem volna. Ilyen, hogy tessék el valami szépen, megvenni, jó mentes, nem férfa mentes. Ugye? Ebből négy év kellett volna. Nem kettő a másikból. Jó, az a gyerekeknek van egy anyja is, azért ő mindent tud. Ez mondjuk igaz. Na. Ez a mi szerencsénk, a műk. Ennyi. Ha valami elmaradt, miattam. lesz kire kenni, mondana. Hát pont így van, ezt akartam mondani. Na. Hát, hogy van annak a gyereknek anyja, és már minden megvan. Én szoktam beszélgetni, hogy minden berakva, ennyi. Élére ne legyél már ennyire betárazva. Miről beszélünk? Pedáns. Viki. Micsoda? Minden megvan. Ha másfél hónap múlva annyit az iskola. Ott áll a gyerek, van az iskolatáska, ott van az ajtó. Minden tornazsák, már a zsuzsonnáját is megkenti. Hát persze. Szeptemberre szerintem egy kicsit kemény lesz, de nem az baj. Első hónap már be van csomagolva. Ennyi. Nem van a kis almácskája, kis sonkás öbléje, érted? Hát nézd. Velünk se bántak jobban az erre, ilyen az élet. Az hatalmát kap, az nem romlik. Kell a rostos, hagyta ki, jön könnyen. Szóval minden már megvan nektek, de egyébként meg az ilyen nagyon nagy multiknál az úgy működik, hogy odaadod a tanszerlistát, csak mondom, mert ugye hát másodikban megy ugye Panyesz, tehát hogy még azért ti is az elején vagytok, hát én az előrébb vagyok egy picivel. Gondolhatod, hogy nekem mennyi feladatom van ezzel. Odaadod a tanszerlistát, és a kis nagy multiknál a tanszer vásár idején, augusztusban odaadod a listádat, vannak ilyen 11 néhány éves, 16-18 éves segítők. És hát összeszedjük azért ott igen, a rúgós tollat, meg olyan, hogy ki az apja, szakosra a szakdolgozatig neki. Ez így van. Megírják a munkáját a gyereknek. És összekészítve hozzák a kis szettet. Mikor olyan bele bemegyek, amit a tetyóban leülök, ott iszom egy kávét, és addig valaki ott összeszedi nekem a spirálfüzetet, meg a... Pontosan így van. Annyi, hogy hát az igényeidet, tehát addig beverek egy grill csirkét. Grill csirkét, fél kiló fehér kenyeret, meg egy kis foviugitot a húsosztályon. Csontokat elrejted a kefírek között. Persze. Tipmixelés, a lottozó, eszel egy fagyi. Ha megkérdezik, hogy milyen kategóriásat kérsz, hogy alap, közép, vagy emelt szintű, de hát nem, hogy nálad ezt nyilván nem kérdezik. Amit az iskola előírja, amit nem menőzünk, ami kell. Nem, hanem hogy színes ceruza készletből van. 100 forintért meg van 1100 forintért. Nem mindegy. Te melyiket akarod? 1000 forintért. Ne, hogy is. Osporulunk, ahol tudunk először a gyereket. Persze. Nehogy már jól érezzem. Nehogy már nehogy kitűnjön. Honnan? Hát az többiek közül, hogy neki 2000 forint a színeszerűvel. Ne, én ezekre sosem. Azért. Semmi. Nem, semmi. Tudom, ti külföldről az egyet. Abszolút nem. Én nem tudom, hogy miért baj az aranyrotring, mi baj az aranyrotringra. A Swarovski színező ceruzával érted, én nem értem. Hát most ez teljesen általán. Nem kell, hogy is, semmi, teljesen. Két HB-s ceruzáért nem kell még a művész ellátóba mennetek. Tehát, hogy érted, jó, persze, nagyon ügyes, hogy gyerek, de nem egy csókai koszka. Pokémon őrület van Magyarországon. És én letöltöttem ezt a Pokémont. De ez egy régi játék. Ez egy régi játék, de most ezt felújították.
Aha. És csak elmondom, hogy a stúdióban is ülett Csermander. Hol? A mi? A válladon üsd. Elmondom, hogy egyébként ott ül. Ott ül egy Csermander. Valaki mondja már, hogy mit kell ezzel csinálni, és akkor én is elkezdek pokémonozni. Nem, mondja el valaki, hogy mi az a Csermander. Hát egy Csermander. Látom most a monitoromon. Két héttel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondtam, hogy venni. Miért több Nintendo részvényt? Nintendo részvényt akarok sokat. Már most már nem, mert már esik, de hogy még két héttel ezelőtt kellett volna. Szóval elmondom nektek, hogy a telefonomon egy Csermander ül. Mit kell csinálni ezzel a Csermanderrel? Ugyanis elkezdtem pokémonozni. Én letöltöttem. De most a telefonodon keresztül te mit látsz? Tehát én a telefonomon keresztül élő képet látok a stúdióban, és elindulok Pokémon vadászatra. A Pokémon vadászat pedig, ahogy én olvastam, mert nem játszottam, arról szól, hogy emberek zombivá változva sétálnak ki közutakra, lépnek villamos alá, New Yorkba, mennek parkokba. De és nem gyűlnek. Ez volt a kezdeményezések a lényege. Hatam vagy ócsa már meghaltak, meg pokémonoztak konkrétan a világban. Élőkép alapján te el tudsz ejteni kicsi szörnyeket. Az van? Ott van? Ott van! Az ott nem van. Az, az egy boxkesztyű, és az a falon is lóg. Ezt mondom, élőkép. Tehát azt látod, ami a pedig úgy nézett ki, mint egy Cheerlander. És akkor ott van egy ilyen pokilab, és abba, kell abba kell belerakni. Ebbe ugye? Kell belerakni, és én körözök a stúdióba, ti nem látjátok, mert pont most vettem észre, egy lánguló farkú Csermander ül a gépem. Mit csináljak ezzel a Csermanderrel? Vagy Cheermanderrel, vagy Csermanderrel? Hát nyújj mögé, nyújj a telefon mögé. Ott ül a Csermanderrel. Próbáld meg, ütögessem a labdát, és harabdát. Üljünk fel erre a hullámra, Pokémon őrület van, hát akkor valaki mondja. Itt van egy hallgatónk. Hello, Szilvi, hello. Pokémonozol? Igen. Most jelen pillanatban is ülök a buszon, és nyomom a Pokémon. De mi a buszon is ott vannak? Már fogtam egy Bulbasaur-t itt az M3-as autópályán. Mit fogtál? Bulbasaur. Aha. A telefon rezegni, hogyha megjelenik a közeledben egy Pokémon. Utána megfogod ugye a labdát ráirányítani, akár a virtuális valóságot, az AR-módot ki tudod kapcsolni a telefonba, hogy egyszerűbb elkapni, ugye? Igen. És rápöszkölöd a labdát. Így van, tehát az a zöld vagy narancssárga, illetve a piros kör a Pokémon körül azt jelzi, hogy mennyire erős Pokémon, mennyire lesz nehéz elkapni. A zöld körösebb könnyebb, a narancssárga körösebb nehezebb. Nekem zöld körös volt, rápöszköltem a labdát és begyűjtöttem. Na, meg is volt. Gocsa! Azt mondja, 600 pont Pokémon elkapva 100-szoros szorzóval, New Pokémon 500-szoros XP-vel, totál 600 XP-n van. Tök jó! Hát most irigyellek. Az mi az a 600 XP? Az most mit érek? Gazdag vagy? Hát ez azt jelenti, hogy így az XP-vel tudsz fejlődni tulajdonképpen. Itt vagyok a DVSC-nél, és baromi sok gym van, meg baromi sok pokéstop. Mondjuk Pokémon jelen pillanatban nincsen, de jelez nekem is jó párat. Hú, akkor menjél ki pokéstop, az mit csinál, az megállít, vagy... Nem, az nem Pokémon rendőrség. A Pokéstop az olyan, hogyha közelmész hozzá, akkor ugye ki tudod forgatni. Ebből ugye dobál neked labdákat, hogyha elfogyna, innen tudod feltölteni. Dobál például Raspberry-t, ami egy olyan mána, amivel meg tudod mondjuk felidíteni a Pokémont, ami az már magasabb. Megőrülök. Azért te beteg vagy rendesen. Meg. Gyerekek, én meg vagyok. Csak megmondom, hogy megjelent egy lila egér. Itt van benne a stúdióban. Kapd el. És egyébként a rohadt mérges, egy lila patkány, ennek nem lángol a farka, de rettenetesen agresszív. Uh-huh. Ratata így hívják, ez a neve, CP10-es egyébként, és nagyon agresszív. Az van, hogyha leteszed a telefont, akkor látod, hogy ez nem Pokémon, az tényleg feljött. Gocsá, kiírta nekem, hogy gocsá. Úgyhogy meg vagyok 610 XP-n van jelen. Nagyon jó. Lesz ez még több is, ahogy ismerlek. Jó. Jó pofa. Jó. Igen, hogyha mondjuk nem vagy egy Kápi György, egy kis nyugdíjas, aki ezt 20-szorra csengetnek be aznap, és már üvölt ki, hogy semmiféle picsakú! De hozzám te bejössz, hogy nálam van a Pokémon, és látod az vadászni. Látja, hogy nálad a kertedben. Ugye most nekem itt van a monitoromon, de én elindulok, akkor nekem oda hozzá közel kell mennem. És akkor te be akarsz jönni hozzám a Pokémon. Csókolom, Karike néni, ott a barackba mellett, ott van a Pikachu. Ott van a Ratata. Mi a Ratata? Egy nagy lila büdös nagy patkány, bemehetnék meg ő. Legutoljára, hogy Ratata akkor volt, amikor a ruszki bejött, és szegény ura van. Tehát barukták engem pedig. Jaj, az erőszak, mert csúnya dolog. Megyek én még hozzá, hogy engedj be, mert ott egy Pikachu meg egy Ratata. Jó gyerekek, csak mondom, hogy én a Ratatát is begyűjtettem, abból baj nem lehet. 5,5 kiló volt, 30 centi magas, tehát viszonylag nagy volt, és begyűjtettem. Nagyon ügyes vagy, menj ki a folyosóra, mert ahogy éreztem egyikét két megszólás között, most itt kint is volt egy jó Ratata, a férfi jött egy Pidgey.
Aha. Mi? Egy pidi. Egy bagolyféle kis madár kopogtat a csőrével. Rettenetesen agresszív, nem barátságos. Mit csinálják? Elmentem vadászni ki a folyosóra, találtam egy Pokémon tréner helyet, ahol elzavartak, hogy nem vagyok még elég ügyes, úgyhogy nem lehetett tréner, takarodjak vissza és gyűjtsek még madarakat, meg mindent, mert nem mehettem be a helyre. Mondták, hogy ide nem vagyok jó, csak kizavar. Ha már jó vagy, akkor bemész, akkor és te tanítasz? És akkor lehetek Pokémon tanár, így aha. Van. Egyelőre most ez a kis agresszív pitgit. Itt pitgáj, pitgú, pitgáj. És tudja, hogy kell ezeket a rohadt dögöket mondani. Így egyelőre van, nyitott ablaknak pitgéj. Igen, igen. Végül is mi is ebben a szellemben vagyunk, pitgéj is lehet. Tök mindegy. A CP sok kérdője. Repked csapdos a szárnyával. Mi ez a CP meg ez a kérdője? Ez gondolom, erő, ez mutatja az erejét, hogy milyen erős. Begyűjtésért kiállt, nem? Ha, tényleg nem vagy még tanár. Ugye, hogy begyűjtésért kiállt? Ő begyűjtésért kiállt. A női vétében is van egy nagyon erős bulbaszal. Egy nagyon erős pitgi van a női, egy 50-es milf pitgi van a vécében. Én begyűjteném. Láttam, szerintem begyűjthető. Haverom, a munkahelyen a gyártó sorok között vadászik Pokémonra. Az nagyon nem jó. Nem Pokémon-sorok kell lenni, hanem munkanélküli. Okos, meg beleesik a gépekbe, azt akkor jó napot kívánok, majd kész a baj. Ez a baj ezzel. Látod, ez meg megint a kapcsolatok el fognak majd laposodni. Balázs, a lány csak a töredékét mondta el a Pokémon Go-ról. A térképen látod a Pokémont, be tudod úgy is fogni, hogy nem mész a közelébe, csak ki kell kapcsolni arra felé az AR funkciót. Azt tudom, akkor berak egy ilyen virtuális térbe, kiveszi a kameraképedet. Szóval amíg tanulnod, ratata CT10, az nagyon CP10, az nagyon gyenge. De számít a számadó értéke, a súlya és a magassága, valamint a mérete. Van már Pokémon taxi, ami pénzért viszi az embereket Pokémont vadászni. De ő tudja, aha, hogy hol vannak a Pokémonok. Nem, hát valószínűleg... Ja, csak mentek a városba, 1500 ér, aha, nagyon okos. Hát vagy a Pokémon taxi, igen, ő már tudja, hogy hol van Pokémon, és oda visz. És oda visz. Ő is látja a monitoron. Vagy a telefonján. Na, ő az igazán okos ebben. Szerintem nagyon menő, hogy van már Pokémon taxi. Szerintem az óriási. Hova megyünk? Nem, ott van egy postaládra, hát kell menni irányként. Igen. Ott van két Pokémon. Piros. Nem érdekel. Gász neki. Atya úristen. Az a Pokémon Go amúgy nem tudnánk figyelni, kamera, GPS, kérdezi valaki. De az egész nyilván a szabadkőművesek műve, és az, hogy Soros György áll a háttérben, és ő indította el a Pokémont, és megfigyelnek bennünket, lekérik a bankkártya adatainkat, és látják, hogy hova megyünk. Basszus, folyamatos kameraképet adsz a világba, érted? Hát igaza van az SMS írójának. Az egész, egy szabadkőműves párhogyból indult. Mindenki az Illuminátusok vannak a háttérben, és a Bilderberg csoport. És nem ő teszi föl a Pokémont, amit meg akar figyelni. Vagy be akar csalni a házában. Érted? A Soros fölteszi a Pokémont, te meg már oda irányítod a kamerára. Nem lepődnék meg, ha kiderül, hogy a Soros van a Pokémon mögött, gyerek. Én nem lepődnék meg. Hát, annyi minden mögött már ő van állítólag. A fene se tudja. Gyerekek, egyébként valahol szóval, hogy... Szóval megdöbbentő ez az irány, amerre megyünk, nem? Beteg. A virtuális tér kiszélesedése és a virtuális térben való elmerülés, minden, ami kiránt a valóságból és elmeri téged, egy teljesen beteg álvalóságban. Ez a Pokémon Go, nem? És baromi addiktív. Tehát tényleg beszippant. Láttam fotókat, hogy egy New York van a Centrálparkban, emberek a telefonnal a kezükben kóvályognak, mint a zombik, és mennek egy helyre, mert mindenki látja, hogy ott van egy Pokémon. És mindenki ugyanazt látja. És mindenki ugyanazt látja, és mennek oda. Jó, csak mondom, hogy közben nyugodjatok meg. Igen. Bagolytalanítottam a stúdiót. Nagyon jó. Hála a jó Istennek. Jó, begyűjtöttem. Gyenge kis 200-as volt, úgyhogy nem tudott nagyon sokat, de megvan. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Voltam valahol hétvégén, de nem is ez a lényeg, hanem kezembe került egy olyan dolog, amiről az emberek már elfeledkeztek, viszont szerintem mindenkiben nosztalgikus élményeket ébreszt, és jó egy kicsit erről beszélni, mióta a családdal azonnal megbeszéltük. Meglátogattam az én drága nagymamámat, és neki matávos telefonja van. És olyan matávos telefonja van, hogy csörög is. Ugye? Hát, nagyon jó. Hát, kutyafáját még vannak. Mi? Van még matáv. És hát igen, fura, egyébként van. Fura volt már önmagában azt látni, hogy vonalas telefonja van még. Igen. És az a vonalas telefon volt neki a kis kábel végére felkötve, amit mi üzenetrögzítős telefonként használtunk a 90-es évek
Hát, hogy elején, közepén és vége felé, ez a következőképpen nézett ki. Volt egy, ugye, egy kagylórész, a gombok, és fölül egy felhajtható kis ablakocska, amin ott lapult benne egy kazetta. A kazetta. Hmm. Volt egy kicsi LED lámpa, ami ha pirosan villogott, volt üzenetet, ha zölden villogott, akkor nem volt üzeneted. Megnyomtad a play gombot, lejátszottad, visszatekerted a kazettát, és beállította önmagát ugye oda, ahol a család, vagy egy ember, vagy a családfő felmondta az üzenet rögzítő szövegét. És elkezdtünk erről beszélgetni, illetve felelevenítettük azokat a pillanatokat, amikor ugye ez bejött. És a család körbeállta, elhiphappolta, apuka elkezdte, anyuka befejezte, a kis testvér odajött, a kutya beleugatott, felmondtátuk az üzenet rögzítő szövegeket. És eszembe jutott, hogy ha ezt most az emberek visszatudnák hallgatni, hogy miféle borzalmakat követtek el egy ilyen audio-vizuális környezetszennyezés keretein belül, az döbbenet. Hát már úgy kezdődött, hogy na, szerinted megy? Igen. Apu, beszéljél már, na! És ugye az volt, hogy a Sipsa után neked el kellett mondani. Elindítottad, felvételre tetted a telefon, és 30 másodpercet volt, hogy a család felmondjon valami nagyon szellemeset, nagyon frappánsat. Jaj, itt vagyunk, jaj, de nem vagyunk, jaj, de mondd el mégis, ha minket keresel szöveget, amiből egy ilyen szörnyű dolog született, és aztán ezt te büszkén kitetted, mutatva azt, hogy te milyen szellemes családban élsz, nem? Háló, horvát család üzenet, hogy apa, kussoljál már! Igen. És utána tudtál. Igen. Sírtuk a rögéstől, mert arról beszéltük, hogy tényleg nálunk ki mondta fel, hogy mondta fel. Mi csináltunk olyat, hogy tényleg apuka elkezdte, jött anyuka, a tesón beszállt, én a végére kicsit hip-hopolva fölmondta még valamit, odahoztuk a papagájt, kutya beugatott. És hát ezek ilyen szörnyű dolgok voltak. Sajnos meghallgatni már nem tudtuk, mert maga a kazetta eltűnt. De szerintem ez mindenkinek egy nagy pillanata volt. Aztán ugye később jöttek a mobiltelefonok, ott is felmondtál különböző szövegeket a te telefonodra. Eljátszottad, mint a fölvetted volna, majd mondtál egy szöveget, végül kiderült, ez csak üzenetrögzítő, már előtte ott volt egy sípszó. Ezen mindenki végigment, nem? Igen. Vadonlakás, típushibás az üzenetrögzítő, ne hagyjon üzenetet, nem tudjuk visszahallgatni. Ezt te mondtad? De utána ott volt a sípszó, hogy lehetett volna? Annál már őszintén azt mondom, hogy ne hagyj üzenetet, mert úgy, tehát nem érdekel, nem hallgatom. Viszont a mobiltelefonon is volt, lehet, hogy ez ma is. A mobiltelefon szerintem már az emberek többségének nincs hangpostája. Vagy ha van, akkor is csak szám van. Tehát ez, hogy te még fölmondasz egy szöveget a te hangpostádra, ez 10-ből 10-nek már nincs. Nektek van hangpostátok? Nincs. Vagy nem tudom. Vagy róla. Volt szöveg? Nem. Nem volt, csak gépi hang volt, ugye? Hang, persze. Hát régen volt, nagyon régen. Most már ma. Mi volt a szöveg, emlékszel még? Hú, valami ézé volt, eleinte ilyen valami nagyon vicces volt, vagy jani viccesnek vagyok. Szánt. Próbáltad eljátszani, hogy te vagy, mintha felvetted volna, a halott esek mondjad. Jó, és na például ez egy nagy klasszikus volt, hogy haló, mondjad, itt vagyunk, ez csak rögzítő vicc volt, hagyj üzenetet. Ezt elsütötted, vagy ez volt? Nekem is volt ez a halott esek Vadon János üzenet rögzítője. Ja, de nyomor. Jó, én ezt szerettem. Jó, de előtte ott volt egy sípszó, tehát aki nem volt teljesen hülye, az tudta, hogy te nem a rögzítő, de, vagy nem veled beszél, nem a rögzítővel. Én is arra ráfutottak, tehát hogy akkor rohagy meg, Jani. És ez volt az összes üzenet. Igen, matán már nincs, már más van, de minél a lényeg az, hogy vonalas. Ez a lényeg. Neked volt valami, vagy te mondtál, vagy belehápogott egy kacsa, vagy volt ilyen? Új kígyós. Azért közel harc ment, hogy kurblis telefonod legyen. Azt se tudtuk, mi az az üzenetrögzítő, plusz nálunk egy nagymama mindig otthon volt, tudod? Tehát és akkor ő írta, hogy keresett a Lacika. Mit akart, mami? Azt nem írtam fel. Ez volt az üzenetrögzítődnek a szöveg. Igen, keresett a Lacika. Ez persze. Nekünk soha nem volt üzenetrögzítős telefonunk, soha. Nekem soha. Volt először a mobilon, de az meg csak ezt a számot. Mondjuk az is igaz, hogy nálatok minek ott új kígyósan tényleg kimentél, belerúgtál a kakasba, a kettőt kukorékot, azt tudta Mari néni, hogy jöhet a tejér, nem? Tehát nálatok az kicsit máshogy működött. Arra ott volt a lármafa. Hát meg a tehénnyakára rákötöttük a dolgot, és átvitte ott az üzenetet. Te neked volt mondjuk még a plébániára bejárásod, félreverted a harangot, az lehet, az jó volt a term, és lehetett jönni borért, nem? Egyszer jöttek a haverok. Feriék névászatlan. Egyszerű volt a dolog. Én vettem egyet, mert nekik is ugye ez a hagyományos kis tárcsázós telefon volt, és vettem hozzá egy külön rácsatlakoztatható üzenetrögzítőt. És nem tudtam kezelni. Hogy a sima régi mattávos telefonra lehetett dugni, és mind a mai nap megvan, vettem hozzá ilyen kis mikrokazettákat, és fehér készülék volt, és a szöveget ezt fel tudtam rámondani, visszahallgatni, szerintem egyszer nem tudtam.
egyszerűen nem ment. Nem ment, nem tudtam. Ugyanis kéz alatt vettem, és már nem volt hozzá meg a használt utasítás. És totál belezavarodtam az egészből, szóval szépen visszacsomagolt, és az ott otthon van egy dobozban. Minek őrzöd? Hát, ha majd egyszer találok hozzá egy használt utasítást, és vissza tudom hallgatni, hogy milyen baromságok vannak. Egyébként meg a kazett az meg tele volt. Rögzíteni rögzített. Igen, de nem tudtam visszahallgatni. Holnapra mondd már meg a típusát, és akkor a neten rákerül. Vagy hát, ha hallgatónak volt olyan, és emlékszik. Concorde. Azt hiszem. Nekünk nem tudom, milyen volt a telefon, azt mondom, egy BSF kazetta volt benne. Az volt a legdrágább, a kazetta az egészben. Menő volt. Igen, és az eleje, krómos. Az eleje az mindig elhasználódott, mert ugye oda mondtuk fel az üzenetet. Akkor mindig kicsit előrébb kellett tekerni, és volt már, hogy annyiszor mondtuk fel, annyiszor rosszul, hogy így tudta meghallgatni az, aki betelefonál. De mondom, mi csináltuk ezt, hogy körbeálltuk, és akkor kicsit mindenki bereppel a kazettába. Ha hallottál, sajnos nem tudtuk most visszahallgatni, de emlékszem, ha hallottál, már igazán nyomorult. Mi volt a repszöveg? Hát nem tudom, hogy itt vagyunk. Gyere te is, mondja, tehát megpróbáltuk elenni, mi egy ilyen jó fej. Ha éltél már nyomorult, tehát tudod, és valaki, aki telefonált, ami komoly ügy, és ezt ugye végig kellett hallgatnod. És akkor csak utána tudtál, persze nem tudtál. És úgy, tényleg, de hogy mindenki beleszólt, hogy... Mi beleszóltunk, mondtunk mondatokat. Itt van az egész Sebestyén Balázs, Juni, Tamás, és itt van Balázs. Igen, keleti oldal, nyugati oldal. Igen, azt a nagybabám nyomta. Igen, Döblény Zoli. Igen. Nem, de hogy tényleg milyen klasszikusok voltak, nézzünk egy-két üzenetet, hogy mit írnak a hallgatók. Ezek nagyon szép emlékek, amik ugye hát most már tulajdonképpen eltűnnek. Szia, mondjad, de csak a sípszó után. Erre például emlékeztek, hogy ez hány ember sütötte ezt el? Ez a szia, mondja, de csak a sípszó után. Egyik főnökömnek az volt beállítva. Tessék üzenetet hagyni. Kikapcsoltam a mobilt, hívjatok, megőrültök. Na, most megnézzük. Kíváncsi vagyok. Egy régi klasszik? Igen, hát nem tudom. Na figyelj. Igen? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hadd üzeneted gyermeket. Teljesen. Hangposta fiókja. Jó, ha valakinek van még jó hangpostája, vagy nosztalgikus, írjon nekünk, hogy kikapcsolta magát, hívjuk fel, dobja el gyorsan az SMS-t, majd kapcsolja ki magát. Megnézzünk egy-két olyan hangpostát, ami most még szellemesnek mondható, divatos, nem a klasszikus, konzervatív, gépi hang, hanem olyan, ami mondjuk a régi időket idézi. Jó, tessék gyorsan kikapcsolni a telefonokat, előtte elküldeni egy üzenetet, hogy kit hívjunk föl, ez lehet akár vonalasszám, vagy lehet mobilszám, hogy megnézzünk még ilyeneket. Jó? Mindenki, akinek ilyen van. Mert szerintem már egyébként az sincs, hogy te visszahallgatod a hangpostádat. Csinálják ezt még mobilosok szerinted, hogy hangpostát hallgatnak vissza? SMS van már, nem. Minek? Van ilyen, hogy... De bár itt a hallgató, most hívtuk fel, van hangpostája. Igen, egy-egy, de szerintem ő is inkább a vicc kedvű. Jani, te ilyen elég konzervatív, hogy neked van hangpostád? Nincsen. Lemondtad? Nincs. Nem tudom, hogy volt-e egyáltalán. Mert én is ezzel vagy visszahívogatos vagyok, vagy SMS-es. A régi készülékemen volt, szerintem még egyébként mind a mai napig rajta is kellene, hogy legyen, de már ugye már nem, mert már... Az mi egyébként azt a SIM-kártyára rögzíted, vagy pedig azt a szolgáltató rögzíti? Szolgáltató. Azt a szolgáltató rögzített, és akkor egy idő után megtelt a hangposta fiókod. És ugye te akkor beütötted a 9404, akkor meg volt a kódot, beadtad, és úgy tudtad visszahallgatni. Figyelj, arra emlékszem, hogy órákig tudtam venni. Újra és újra. Már mind magát a szöveget? Persze, mert lemaradt az első másodperc, már rosszul fejeztem be, rossz volt a hangsúly, belebakiztam. Tehát így órákig vettem. Még tartottam a kis izémet, kis Nokiámat, és így mondtam rá szöveget. Háló. És így a háló, de hülye vagyok. Na és mész persze így rajta van. De gondold el, hát akkor ezzel családok próbálkoztak hónapokon keresztül ezt felmondani, ott jól beállítani, küzdöttél vele. Mobilra, vonalasra, persze. Elhagytam az üzemet, hagyjon nekem üzenet. Igen, sátrak egyszerű. Elmentem. Hagyja meg üzenetét, ez volt a miénk. De nagyon rosszak ezek. Nekem a férjem mondta rá, szia, Klári vagyok, hagyj üzenetet. Sziasztok, nekünk évekig ez volt a rögzítőn. Fodorék üzenője vagyok, nagyot sipolok, mondd el gondod, bajod. És mire megírták? Azt mondják, hogy előbb van a mobilon sípszó. Tehát, hogy pontosan azért, hogy tudd. Én úgy veszem fel, mintha üzenet rögzítő lenne, és fütyülök a végén. Nagyon jó móka tud lenni.
Sziasztok, srácok, remek a műsor, de azért sajnálok is titeket, mert reggelente soha nem tudtok ilyen jó reggeli műsort. Kikapcsoltam, hívjatok, nem bánjátok meg, figyelj. Na nézzük. Hello, Midu. Halló. Nem hallak, várják, hívjad megyek. Mi is tőledem. Halló. Most hallasz? Halló. Nem gyanús, hogy a rögzítőmmel beszélsz. Kérjük a hangjelzést. Jézus Isten, jó. Jó, én ezeket nagyon, pont ezekről beszéltünk hétvégén. És teljesen hiteles. Van egy másik, figyelj. Szépen játszotta a szerepet. De egyébként jól hozta, nem? Tehát, ez cuki, ez inkább cuki. De ő egy kétés, és hallatszik, hogy suttog a család a háttérben. Hogy mondjad, hogy mit kell mondani. És felmondották egy 2 éves gyerekkel. És egyébként már 12 éves a gyerek. És azóta ez van? És azóta ezt használják, igen. Én átirányítottam a telómat a ceglédi rendőrségre. Volt meglepetés, aki volt kapcsolva. Írja Lip. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Szerintem sok nőt érdekli a következő téma, amiről beszélgetünk, mert hogy ki ne akarna egy kicsit fiatalabb lenni, ki ne gondolkozott volna már azon, hogy mi lenne, ha megállíthatná az idő kerekét, és egy pár évet kapna, nyerne, esetleg ne adj Isten visszafiatalodna, vagy feltalálnák azt az elixírt, amiről ugye hát nagyon sokszor hallunk, meg rengeteg skifiben volt már, hogy az ember nem öregszik tovább, vagyis legalábbis lassítja az öregedést, vagy megállítja, visszafordítani nem tudja nyilván, tehát nem leszünk újra 16 éves kamaszok. De hát külföldi tudósok, magyar tudósok is dolgoznak ezen, és van egy magyar prof, képzeljétek el, aki ezen melózik, hogy tudja lassítani az öregedés folyamatát. Most itt nem arról van szó, hogy nyilván újra tényleg kamaszok leszünk, egyszerűen csak maga a tempó lesz. Kísérletezik. Ezt tudjuk konzerválni, amiben éppen vagyunk? Hát fiatalabban tudod magadat tartani nyilván. Ez arról szól, hogy öregednek a sejtjeid, már kevésbé regenerálódnak, és ez a dolog, amivel ő kísérletezik, ez hozzájárul ahhoz, hogy lassabban történjenek ezek a folyamatok, vagy kevésbé öregedjél, vagy 70 évesen olyan legyen a szervezeted, mintha 50 éves lennél. Ez jól hangzik, hát ezzel hát igen, de most ott azt mondja a feleségem, hogy az én a mosogatom, hogy ezt minek? Már rám gondol. Ezt minek? Azt hittem vissza tud a fiatalodni, 15-20 éve. Igen, hát a kérdés, hogy ezt minek, az egy jó kérdés, igen, hogy ha 60 éves testedet tartja meg még 100 évig, ugye erről már sokat beszéltünk, de itt nem arról van szó. Istenem, még 20 évig 80 leszek, tudod? De azért a szörnyű gyerekek, hogy ezt még mindig nem találták fel, nem? Hogy a jelenlegi tudomány szerint 180-110 kinek mennyi, ha Japánban él 120, ha magyar férfi vagy, akkor mondjuk 63. 63, igen, sajnos. De hogy tulajdonképpen vége van. Nem? Uh-huh. Ez jó egyébként? Hogy vége van? Nem. Ez az élet. Megszülettünk, elmúlunk, tudod. Ez van. Hát tetszik, nem tetszik. Nem, hogy például amiatt mondom, vagy kérdezem, hogy ugye a Föld azért meglehetősen túlnépesedőben van, és hogy azt a mennyiségű ilyen... Most azért halljak meg, hogy neked jó legyen. ...fogalmazni. Hát te... Hát most legyünk el, mondjuk kézzel, Föld túlnépesedőben, vagy halljuk meg, hogy másnak is legyen. Azért halljak meg, hogy neked jobb legyen. Hát én azért nem akarok meghalni. Csak én örököljek. Én azért nem akarok meghalni, mert hogy valahol Indonéziában egyébként elférjenek. Hát ennél szerintem az ember gyarló bőnző. Ez a jaj, halljunk meg azért, hogy ne legyünk sokan. Szerintem az ember nem így gondolkodik. Most jönne egy manó, és azt mondja, figyelj, éhetsz még 150 évet. Nem mondanád, hogy nem de. Hát dehogy nem mondanád. Vagy azt mondanád, hogy igen, Szingapurban is már nagyon sokan vannak. Inkább meghalok, hadd éljenek azok ott. Kevés a hely. Nem? És hogy képzel el magát a szituációt? Hallasz egy ilyen csilingelő hangot, és megjelenik a manó? Olyan technikai részét nézzük, mert mi az emberi természet, ez nem fogó, vagy nem fogható víziót vázoltál, ami szerintem nincs. Tehát ki gondolkodik így, hogy jaj, halljunk meg, mert a bolygó elnépesedik. Hol érdekel? Engem a manó érdekel ebből az egészben. Jön a manó, és azt mondja, hogy tegyél boldoggá szájon. Nem, de... hogy élhetsz még 100 évet. De ő tesz téged szájjal. Élhetsz még 100 évet. Van egy pont az életedben, amikor megnyomhatod a gombot, erről egyébként egy kiváló kis iromány is van, hogy megnyomhatod a gombot, és azt mondhatod, hogy most megállítod az időkerekét, és innentől maradsz? Kezdve örök életed van. Örkény vagy márai?
Valószínűleg egyik. Mai Manu. Anna, mit akarok mondani, Örkény vagy Márai? A vonaton ülő ember. A Majó az üzemeltető, vagy ő a technikus, aki az időkerekét kezeli, és meg tudja mutatni a gombot? A pokolba tartó vonat az az. Mi arról szól? Az nem egy P-mobil? Hogy mondjuk kitelezzük fel, hogy ülsz a vonaton. Hogy milyen az ember? Hogy működik? Tudtok követni? Aha, vonat. Eddig meg vagyok. Vonat lési. Vonat csihú. Csihú, nagy fekete. Már ott is vagyok. Igen. Szén, lapátolás, vonat. Jó, oké, úgy száz Szolnok szakasz. Jó. Úgy száz. A pokolba tartó vonat. Aha. Ülsz a vonaton. Jön a Manó. Nem örkény, nem már egyébként. Manó. Arról szól, hogy van az életedben egy olyan pont, amikor te megnyomod a gombot, és azt mondod, ez most örökké tartson. Aha. Megnyomhatod egyszer. És akkor azt fogod mindig csinálni, amit sose abban az idő... meg, mert mindig azt hiszed, hogy lesz jobb. És végül meghalsz. Én ezt már rég nem hiszem. Hogy lesz jobb. De ez van ez a gomb. Érted? Van, Feri, van. Hát nem most ízi ott a táskában. Várj, megint. Hopp, persze. Hiha, itt van, hol vagy te? Frissítés, nyomj meg, nézd meg. Hogy ne lenne, hát Feri, hát persze, hogy van. Hát nem hallottál, hogy erről a gondolom, hogy nekinek van egy ilyen. Megáll. Gondolja hétvégére, hogy álltál a kórhelyben, teltház volt, és megnyomtak volna a gombot. Remélem, ez örökké tartsorok. Puff, és akkor hadd szólja. Milyen gyarló az ember, hogy van egy pont az életedben, amit megnyom, van egy pillanat, amit megnyomhatsz, és az a pillanat vagy örökké tart, vagy onnantól kezdve örökké tart az életed, és az ember soha nem nyomja meg, mert mindig azt gondolja, hogy még lesz jobb, még lesz jobb, még lesz jobb, ez még nem olyan jó, még ezt akarom, majd ha azt megkapom, majd lesz jobb. Majd ha az jobb lesz, még megnyomom. És végül nem nyomja meg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Na mindegy. Minek nekünk kultúra, most ez a mondat. Leestetek erről a vonatról. Nem. Hogy csak Manu, miért konzerválom azt a pillanatot, érted, ami péntek esténként akkor van, amikor a Móni is meg a Virág is lefekszik aludni. Végig. Hallod? De most de soha többet nem találkoznék vele. Igen. De rájuk tudsz nézni. Csipke Rózsika álmunkban. Az is igaz. De és akkor ő például örökké alszik? A Jani? Nem, a Jani nem alszik, hogy pornót néz, mikor alszak a többiek. A Jani belefejel egy nachoszos vödörbe, névi guacamolét szór magára, nézi Rocco legújabb kalandjait, és ez a pillanat tart ezer nem évig. Lehet, de nem, hát érted, végig, ezer évig előjáték a rohadt életben. Ha rosszkor nyomod meg a gombot, pont rácseszel, mert nem lesz igazán jó. De hogy mikor nyomod meg azt a gombot, hogy azt a pillanatot tartsa meg neked örökre? És ha te, a Janinál van a gomb, aki megállíthatja, ha neked éppen rossz azon a péntek esté valami miatt. Nem, akkor mindenki te viszont... csak... Igen. Akkor te viszont abban leszel? Akkor én éppen így mosogatok. És mondom, rohadjál meg, Jani, amit te nézed Rokkon, én meg mosogatok. Nem, mindenki a saját életében nyomja meg a pontot. Tehát a te életet tartod addig. Hát, ha én akkor beáldoznám az enyémet, ha látnám, hogy éppen mit tudom, és szőnyeget tisztítasz a kocsitba. Rányomni. Csináljon. Rohadjál meg, tisztítsd azt a szőnyeget. Igaz, hogy nekem se lesz igazi magyar mentalitás, ez az. Tisztítsd azt a szőnyeget ezer évig. Mindenki a saját legjobb, tényleg azt a pillanatot, amikor a csúcson volt. Tudom én, Filip, 1 millió ember a kosztén. Na, hogy valahol azért el is jussunk ezzel a kicsit céltalan beszélgetéssel, nyilván humorizálunk, felhívjuk a profot, és megkérdezzük, hogy mondja el nekünk, hogy mikor szedhetjük be ezt a kapszulát. Te se vagy buta, ezt se értettük, most mi lesz? Most még jobban összezavarlak benneteket, mert felhívjuk. Felhívjuk a profot, és megkérdezzük, hogy mit jelent ez kromoszoma szinten? Vegyek-e már ilyet a nejemnek karácsonyra? Kezdjem el én szedni, hogy újra csupasz legyen a kukim? De visszafelé nem fejlődsz. Nem arra. Igen. Ahhoz elég is lomtalanító is, csak sövényvágó kell már oda, drága barátom, meg lombszívó. Így van. Na, tényleg érdekes a dolog, mert ugye szerintem minden orvos álma, hogy majd én megtalálom, nem? Tehát sokan gondolják azt, hogy majd én megtalálom. Ha ebben lenne egy tudományos szintű felismerés, lenne egy növény, bármi, ami lassítja, és egy bizonyos profnak köszönhetnénk még plusz 30-50 évet, hát gyerekek, azért az nagyon nagy dolog. Betegségek nem? Nélkül, egészség. Hát, jó minőségű 30. Jó közérzetben, így van. A jó minőségen van a hangsúly. Igen. Na, megkérdezzük mindjárt a professzort, dr. Szakács Béla, az MTA doktora itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, professzor úr! Jó reggelt kívánok! Én egy kicsit inkább éjfelé tolnám el a magánhangzókat.
hogy jó, nem főz, hanem székács. Székács, bocsánat, igen. De mindegy. Izgul, amikor doktori diplomával rendelkező emberrel beszél, akkor mindig izgul a Balázs. Mindig. Nekünk nem sikerült. A tisztelet jele. A baki nála a tisztelet jele. Így van. Na, professzor úr, mi ez a szer? Nyilván nem csoda a szer, nyilván ezt nem mondhatjuk. Nyilván egy kísérleti stádiumban van, de mégis... Mikor köszönöm szépen a megfogalmazást, önök egész tökéletesek, tudik, már a közelmúltban hallgattam néhány ilyen kereskedelmi médiát, és hát megerősödött bennem mindig a következtetés, hogy nagyon visszafogottan kellő kritikával fogadjuk a híreket. Tehát tavaly valamikor 2014 elején nem csak én, hanem egy-két társammal gyógyszerészt is beleértve, vagy gyógyszerészkutatót is beleértve, azt a nemes célkitűzést kaptunk, hogy próbáljunk így a világban elérhető információk alapján egy olyan gyógynövényt, tehát nem egy génmanipulált növényt találni, amely hát kellő biztatással rendelkezik, nem csak bizonyos előnyös sejthatásokkal, általában sejthatásokkal rendelkezik, hanem talán ezt a bizonyos, manapság divatos és a kutatás előterében álló telomerázt is talán befolyásolni látszik. Na most és a telomeráz hát szinten azért mi egy picit kezdjük elveszíteni a fonalat, tehát ez nyilván a professzor úrnak azért teljesen egyértelmű. Ez a védőkupak, ugye? Ez egy olyan enzim, ami a kromoszomák végein elhelyezkedő telomernek a folyamatos rövidülését az osztódások során, sejtosztódások során, a folyamatos rövidülését, hát egy kicsit visszatatarozza, visszanöveli képes. Ezt, hát ezért Nobel-díjat. Legyünk konkrétabbak. Melyik ez a növény, illetve hogy vágja meg még a füvet a hétvégén a kertünkben? Hát ez nagyon szép. Hát ez nagyon, ha nagyon okos akarok lenni, vagy nagyon szabálytisztelő, akkor ez a bükköny féleségekbe tartozó, hát baktövésnek az előnyös hatása. Ez ilyenkor nem szakmai titok, hogy mind kikísérleteznek, hogy ezt még nem tudja senki? Elkezdik, és akkor a végén előállnak az eredménye. Először is ez nagyon sok testvérrel és unokatestvérrel rendelkezik ez a növény. Aha. Főleg hát Ázsiában, de azért Amerikában is. Belepillantottam az önöknek a történetébe, a Kruger partban, télaszt valahogy az Afrika kimaradt. Professzor úr, kicsit utánunk kapart, hogy miket csinálunk. Készült a beszélgetés. Hát köszönjük szépen. Semmi tiszteletre méltót nem talál, de... Így van. Nézegettem a maguk honlapját, hát ne haragudjanak, szörnyű, de hát most már vállalom ezt a beszélgetést. Így van. Na most azért kellő visszafogottsággal kell az eddigi eredményeket is hát értékelni. Az öregedésnek egyik nagyon fontos mechanizmus, a tulajdonképpen azt a mechanizmus szabályoz, ez a bizonyos telomer, ez a kromoszomák végén lévő kupak, hogy a sejt meddig osztódhat. Tehát ez közismert, hogy úgy tudjuk meg, ez az alapja, hogy a maximális életkorunk jelenleg úgy ismert, hogy 120-140 év, és az, hogy ennyire definiálható a sejtosztódásoknak a száma, ami a szervek fenntartását biztosítja, ez úgy néz ki, hogy ezen a bizonyos telomer rövidülésen alapul. De hozzá kell tenni, és ez nagyon fontos, hogy maga a sejtőregedés azért nagyon sok egyéb nem kívánatos hatás következménye is, amelyet megint... Hát nyilván élet volt, persze, egy csomó minden. Arra hogy lehet rájönni, doktor úr, segítsen nekünk, hogy egy növény tud ilyet? Tehát lehet, hogy 100 000 ilyen növénnyel vagyunk körbejövő, és ha kimegyek a kertem, és legelem ott a tujámat, hát a akkor... Hát nagyon megkönnyíti, mikor az ember ilyeneket kutatgat, akkor elsősorban a népi gyógyászat megfigyelésére kell támaszkodni. Azért bizonyos helyeken elég gondos, főleg távol-keleten elég gondos fejlődések történtek, főleg a japánoknál és a kínaiaknál. Ez a növény például több száz év óta hát egy kedvelt növény, mert hát a fáradékonyságot csökkentette, illetve valamivel jóval javította talán az agyi aktivitás figyelmet. Na most ezeket a
klinikai, hát, vagy legalábbis életes jelenségeket próbáljuk tesztelni hangsúlyozottan egyelőre. Milyen jelei vannak, hogy én elkezdem szedni, és nyilván nem elkezdek fiatalodni, és újra affektálni, és mit tudom, hogy elfelejtek evőeszközzel lenni, de lassul az öregedés? Vagy... Testvérek, a fiatalodás vizsgálata a testvérek között is egy-két évtized kell, az a legnehezebb, pláne humán vonatkozásra, ebben állatkísérletesen ez nagyon sok biztató eredmény van ezen a vonalon. Uh-huh. Igen, néhány évtized kell hozzá, tehát hogyha mi mondjuk a Ferivel elkezdjük szedni... Amúgy akkor... pedig hát kiváló tesztek állnak rendelkezésre, a mentális frisses, a figyelem, mi a figyelem koncentráló képességet, tehát meddig tudja hiba nélkül mondjuk egy feladat végrehajtása során mondjuk tesztel, azt a bizonyos tesztet teljesíteni. Valószínűleg még a fizika, vagy legalábbis a matematika dolgozatokat most az érettségén biztos, hogy nem végzi el az illető jobban. Annyi baktöv is nincsen. És magyar hírességek szedik, vagy kísérleti stádiumban? Hát annak idején egy figyelmes ismerősöm vagy barátom rábeszélt, hogy próbáljunk azért egy-két kiválóságunkat is programban beszervezni, és hát ezt mások megtették helyettem, és főleg az volt a válogatási kritérium, hogy olyan embereket találni, akik nem csak hírességek, hanem különleges érdeklődéssel is viseltetnek ilyen. Az lehet, hogy egyszer egy prof előáll azzal, hogy megtaláltam, igen, ez a gén, ez a DNS lánc, itt van, ez a szerkezet, ha ehhez hozzányúlunk, meg tudjuk állítani, és igen, emberek 100-200 évig fogtok élni. Lehet, hogy ez megtörténik, amire mindenki csak én. A tudomány jelenlegi állása szerint egyelőre nincs. Nincs ilyen. Tűnik az a problémánk, hogyha az ember megáll egy olyan, nekem is van egy ilyen érdekes falu térképen, fali egy poszterszerű valami, ami egy sejt szintjén ábrázolja, hogy hány faktor befolyásolja a sejt szintű öregedést, és sajnos több száz faktor van felnyilazva egyetlen egy sejt üzem első vonatkozásában. Tehát nagyon sok támadásponttal kell egyszerre beavatkoznunk, 30-40-del is talán a génmanipulátor tudósok szerint. Én nem vagyok az. Az új gyógyszertől mit várnak? Mennyi? Nem gyógyszer. Ja, bocsánat. Igen, bocsánat. Nem is mondtam, hogy készítő. Gyógyszer. Jó. Ettől az új kapszulától, szertől nevezzük, ahogy akarjuk. Amit a saját tapasztalatunk az, hogy talán úgy néz ki legalábbis a bizonyos szórások ilyen vizsgálatok, mert mindig vannak, hogy az agyi figyelem vagy, és a memória az mindenképpen már rövid távon is javul. Kettő, az nagyon fontos, hogy az immunrendszer mindenképpen, tehát fertőzések elleni védekelem, de ennek van egy olyan vetülete, nem mi találtuk, az amerikai tudósok a unokatestvérnövényeken vizsgálták ugyanezt a kérdést, és úgy néz ki, hogy az immunrendszer öregedését egyértelműen gátolja, és a harmadik pedig, hogy általában a keringés bizonyos ellenérés nagyon jó. Tehát mi ezt úgy vizsgáltuk, hogy ha én vagyok a résztvevő, magam is részt vettem ebben, illetve magamat tudtam tesztelni, hogy egy olyan magasságra milyen gyorsan tudok fölfutni. De olyan lehet, hogy én például sokat eszem ebből, és egyszerűen sejt szinten megáll az öregedés, tehát nem fiatalodok vissza, de nagyon-nagyon lelassítom, napi 4 kilónyit megeszem ebből, és egyszer lelass, és látom, hogy kifiatalodik a bőröm, hogy jobb lesz, jobban bírom, és tudom tartani sokáig ezt a szinten. Nem ilyen markánsak az eredmények, tehát ez a vágy még nem teljesül. Tehát, hogy újra élvezni kezdi az ugróiskolát, az ugrókötelet. Magam is vágyakozom. Ilyesmire. Nálam egy faktorra fölfigyeltem, de hát az egy teszt nem tesz, szóval. Egyébként utána néztem. Próbáljuk ki, hogy azon teniszpartneremtől, akivel korábban hát elég sokszor mérkezett, és inkább én kaptam ki, mostanában sikerült. A doktor úr teniszezik. Hát igyekszik maga az ember. Nem hiányzik a doktor úrnak egy nagyon nagy verés teniszben esetleg? De egy olyan igazi. Nem azért, csak szintén teniszezem, hát összemérhetnénk, amink van. De egy olyan emberes elpopfizásra tessék gondolni. És hanyadik évtizedet próbálgatja most? Jó, hát jó, hát jó. Hát 6-3-ra vezet a doktor úr, 3-0 oda, 40 sem, és a doktor úr adogat. Innen indulunk. Ügyes. Ezt, mintha leloptam volna ezt az ötletet, nekem van egy kiváló bölgy, ugye az professzor barátom, aki az edzőjének, hogy föltüzelje, azt ajánlotta, hogy vezessen ő 5-0-ra,
és már mint a bőrgyógyász professzor, és ha megnyeri, akkor az edzőért fizet, ha pedig az edző visszafordítja, akkor ő fizet. Annyi, hogy átnézem a doktor úr táskáját, ha találok ilyen kapszulákat, egyrészt én is kérek belőle, kettő elveszem. Tehát tenisz alatt azért nem turbosítunk mindenféle kökörcsinnel, meg nem tudom. Mérsékelt optimizmusra biztatok mindenkit ebben a témában. Magamat is. Nagyon jó. De egyébként, ahogy látom, hogy rákerestem erre a baktövisre, amit csűtfűnek is neveznek, hogy ez azért többféle szempontból is jól lenne Balázsnak is, nekem is, nekem, mert úgy látom, hogy fokozza a szexuális vágyat, illetve Balázsnál a messzire űzi a herpeszt. Tulajdonság, azt gondolom, mert most aztán annyi van rajtam egyébként, igen, pont úgy nézek. Ferinél pedig a stresszülő mindenki lehet próbálni, de egyáltalán nem biztos a hatás. Jó, hát doktor, azért nyilván nem... A lényeget azt hiszem érintettük, egyértelmű. Tehát egy mérsékelt optimizmus mindig megfogalmazható hát gyógytövék kivonasztal kapcsolatosan, és úgy néz ki, hogy hosszú távon talán majd egy vagy két évtized alatt azt is lehet mondani, hogy valóban lassította az öregedésnek bizonyos komponensét. Egy jó műsorvezető mindig megérzi, mikor akarja zárni a beszélgető partner a beszélgetést. Most. Igen, ez volt az. És hosszú évek alatt azért ez a készség már kialakult. Én azt 10 perccel ezelőtt. De. És hangsúlyozottan nem magányos farkas vagyok, hanem hát egyes csapat. Kollégákkal csapat nevezik, úgy így van ez a helyes kifejezés. Köszönöm. Jó. Ha esetleg a teniszpartner lemondja, párosozik, gondolom a doktor úr, nagyon szívesen megyek. Addig néhány edzést veszek, köszönöm szépen, futóedzést is beleértek. És a bőrgyógyász kollégának is szóljon, mert hatalmas égés lesz. Köszönjük a professzor úrnak, Dr. Székács Bélának, az MTA doktorának. Köszönjük szépen. Hát gyerekek, akkor még nem jött el a Kánoán. Szóval nem jött el a Kánoán, de nagyszerű egyébként, hogy kiváló magyar koponyák dolgoznak ezen egyébként, hogy egyszer talán egy kicsit lassíthassuk azt, amin egy ideig az ember nevet, meg egy ideig kuncogsz másokon, aztán amikor megmar és elkezded érezni, akkor meg... Amikor a teniszmeccsen lesprintel majd a doki téged, csak nézel. Ugye azért dokikának átnézzük a táskáját az öltözőbe gyorsan. Azért, hirtelen keresi majd ott a kapszulát, aztán már nem lesz. Szabadíts rá a vadát. már az öltözőbe elveszem az összeset tőle. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.